mindenkit, 2013. május 19-e van, hajnali 5 óra, és szerintem ember nincs az országban, aki ilyen hajnalban felkel pünkös vasárnap, de hát mit lehet tenni, ma ugyanis sportnap van, ráadásul külföldi program, úgyhogy ebben a pillanatban indulunk Szlovákiába. Az a helyzet, hogy körülbelül 100 km az autós szakasz, egészen Kassáig, és hát érdemes megnézni, ez a Hernád völgye, pillanatban északi irányba megyünk, most jött fel a nap, és itt majd mindjárt a dombról egészen jól lehet látni, hogy bizony, igencsak hideg van, és bár nappal szembe fényképezünk, azért a ködöt jól látni a párát, ahogy most ebben a pillanatban száll fel. Figyeld, milyen vizasa? Itt a növényzet lent? Nem néz ki rosszul. Nocsak. Na, mi csak így engedély nélkül? Egyébként még annyit akartam mondani, hogy ami ott a háttérben látszik, nem tudom mennyire, az Zempli. Itt vagyunk a helyszínen. Kassa, egyébként ez pontosan a déli végén van Kassának, jelen pillanatban ez a kiinduló pont. Most azt következik, hogy leszedjük a bringákat. Mondjuk a leszedés az azért egy hét húzás, mert az én tevékenységem kimerült abban, hogy leszedtem a bilincset, úgyhogy a többi is csak a Pisti feladata. Na, azt mondja, hogy nullázás megtörtént, úgyhogy akkor indulás. Első lépésben rácselezünk a főútra. Mutatom közben, hogy jelen pillanatban még nincsen 7 óra, és mondjuk ez látszik a forgalmon is. Mutatom a tükörbe is, hogy szinte semmi. Pedig azért azt nem árt tudni, hogy ez az észak-déli átmenő főútja Kassának. Hát persze értelemszerűen a belvároson nem megy át, az óvároson, de akik délfelől, Magyarország felől jönnek, azok mind itt jönnek be. Az, hogy nem nagyon van mozgás, azt nem csak a vasárnap magyarázza, meg hogy korai az időpont, hanem értelemszerűen a pünkösd is. Hát ilyenkor nem valószínű, hogy sokan mennek reggel dolgozni. Ez a déli külvárosi rész, és hát azért úgy nagyjából fordulok körbe, hogy az biztos jól látszik, hogy ez inkább ilyen ipari negyed. De hát jól látszik, hogy most minden alszik. Érkezünk 2 kilométer után az első kereszteződéshez. Itt mutatom fent, hogy ugye milyen irányokba lehet menni. Nekünk most a bal kell majd, Spiskánová és illetve Roznava közben. Úgy látom, hogy éppen zöld. Ajaj, oldalról bevillant egy Willinger. Fogalmam nincs, hogy ilyenkor kinek van elsőbsége. El akartuk engedni. Közben kiderült, hogy nem erre jön, mert amint itt látszik, itt aztán a világba lehet mindenfelé menni a villamosnak. Az a probléma, hogy én Miskolci városi harcos, nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a villamosok gyakorlatilag még az égből is jöhetnek, mert ugye nálunk csak középen megy a Willinger, és hát a Kresszben valamikor megtanultam, hogy a villamosnak az esetek 90%-ában elsőbsége van, de azért mégiscsak ott van az a 10%, amiről meg fogalmam nincs. Na, egyébként itt most föl lehet menni a déli elkerülőre, de itt van egy nagy csavar. Pisti, nem megyünk ám fel, hanem itt egyenesen, itt megint lemegyünk jobbra. Hát ezeket a trükköket én szerencsére már ismerem, elég sokszor jártam már erre. Közlekedés szempontból egyébként Kassa, az egy igen jó hely, nagyon jól lehet tájékozódni, de azért persze ez is bonyolult, mert azért egy egészen nagy hely, tehát ezt azért el kell, de nem árt, hogyha tudja mindenki. Gyere erre! Nem, az az előbb volt, az is jobbra volt, most itt erre. Szóval már tévejgünk. Szóval, ami már az előbb belekezdtem, hogy ez egy egészen komoly nagyváros. 250 ezer lakosnál is több van itt, tehát hogyha mondjuk méretileg vizslatjuk, akkor ez Magyarországon akár a második helyre is befutna. Olyan Debrecen környéke, vagy lehet, hogy még egy picivel több is. Na most ehhez képest közlekedési szempontból, mint ahogy már az előbb belekezdtem, nagyon jól meg van csinálva. És ez elsősorban a szlovákoknak köszönhető, ugyanis a komoly fejlesztéseket a II. Világháború után csinálták. És nagyon sok remek ilyen elkerülő sugárút van, mind keleti, mind nyugati irányba. És szélesek, jó minőségűek, és nagyon ritkák a dugók.
István Pisti éppen most fejtegeti, hogy tökéletes az út. Egy horpadás, egy repedés nincs. Hát igen, átjöttünk a határon végül is. Idefelé autóval csak a kátyukat kerülgettük. Hát ez mindenképpen örömteli hír. Itt vagyunk a déli bevásárló központövezetben. Itt van például többek között a Carrefour, de itt mögötte éppen nem látni, ott van a Hypernova, majd aztán később a Kaufland. Hát a magyar nézők számára ezek olyan idegenül hangzó nevek. Magyarországon tényleg nincsenek. Főleg amióta Viktor meghirdette Magyarországon a multik elleni szabadságharcot, valószínűleg most már ezek nem is jönnek. Érdemes megnézni, hogy ott szemben milyen lakótelep van. Egyébként 233-on vagyunk, úgyhogy szépen sunyin azért emelkedik már. 195-ről indultunk ugyanis. És hát azért itt egész komoly szintek lesznek a mai nap folyamán. Úgyhogy csak így rögzítésképpen mondtam, hogy 195-ről indultunk. Újabb érdekes helyzet következik. Egy bonyolultnak látszók körforgalom. Igen, igen, menjél itt balra. Azt azért elmondom, aki nem tudja, hogy azért a szlovák körforgalom az nagyon átverős, ugyanis nem teljesen európai uniós szabvány szerint működik. Tehát nem az van, hogy aki bent van, annak van elsőbsége, hanem aki innen oldalról jön, például az a fehér kocsi, annak van elsősége, hiába vagyunk lendületben. De most minden esetre mi lejövünk itt keresztül az állónon, hát nem teljesen szabályos. Na mindegy. Na hát már eltévesztettük a kanyart, úgyhogy most mindjárt csinálunk egy visszafordítót még pedig itt. Na de hát ugye, nem ez az első ilyen eset már, úgyhogy de nem gond. Ugyanis nekünk itt látszik a táblán, hogy eddig jelen pillanatban még rozsnyó kell. Na újra itt a körforgalom, hát most már egyszerűbb a dolgunk, ugyanis csak itt elhúzunk jobbra. Még nem fejeztem be az előző gondolatot. Szóval, aki a főútról jön, annak van elsősége. Teljesen mindegy, hogy ki van a körforgalom, vagy ki nem. Na most ezt a szlovákok azért tudják, hogy ez az Unióban nem teljesen így van. Úgyhogy például, ha magyar rendszámú autót látnak, például én többször tapasztaltam már, akkor azért elengednek, mert tudják, hogy mi másképp értelmezik a körforgalmat. A bringában ugye nyilván más a helyzet, mert itt nincsen rendszám. Ez a szakasz egyébként a rozsnyói kivezető, és ilyen pillanatban nyugati az irányunk, és hogyha ezen az úton mennénk tovább, akkor jutnánk a kassai vasműhöz. Amíg tart ez a hajnali álmosság, addig megpróbálunk itt a kertek alatt kisunyogni. Aha, itt a Kaufland, most már úgy nagyjából azért beazonosítottam, hogy hol vagyunk. Szóval megpróbálunk itt a kertek alatt kisunyogni Kassáról, délnyugati irányba megpróbáljuk elkerülni. Hát azért ez se egy egyszerű feladat, mert ez is legalább 10 km lesz. Persze azért senki ne ijedjen meg, azért a mai túra az nem városnéző túra lesz. Nagyjából akkor csak nagyon elnagyolva, hogy mi lesz ma. Hát most konkrétumokat nem mondok, mert nagyon bonyolult. Úgyhogy elégedjen még mindenki azzal, hogy lesznek hegyek, völgyek, tavak, folyók, sziklák, szurdokok. Szóval azért nem kell megijedni. Azért nem lesz bonyolultabb a mai nap cselekménye, mint egy egyszerű pornófilmben. És hát itt ugye az autóút van, ha megy valaki tovább, tehát bringával nem lehet menni, de mi nem is akarunk, ugyanis lemegyünk itt, Spiskánováves, azaz Igló felé, és innentől az irányunk északnyugat. Látszik, hogy itt azért már úgy megyünk ki a városba, de azért ez nem teljesen van így. Annyit akarok még elmondani, hogy természetesen aki erre jár Kassát, semmiképpen se hagyja ki, azért ez egy nagyon szép város, és nem csak építészetileg a belvárost javaslom, hanem a környező hegyeket, ugyanis a fekvése is rendkívül jó. És ezt persze mi most ki is használjuk. Most följövünk megint valamilyen gyorsforgalmi útra. Időközben előkerült már István Pisti is, az előbb elpuglászott felfelé a panelházak felé. Én meg elkanyarodtam erre. Hát most csak a megérzéseinkre hagyatkozunk, mert hát nem biztos, hogy teljesen jó az irány. Próbálunk egy kicsikét balra, észak-nyugat irányba tartani. És szerintem ez már valamelyik Kassa környéki falu lehet, amit persze már a városhoz csatoltak, ott látszik a templom szembe. Vonul a népség. Hát igen, a templomnak ma nagy napja lesz. Pünkösd vasárnap van, ugye, mint ahogy már említettem. Nos, most itt elmegyünk balra, Bukóc felé. Egyébként Zlata Ida is kell, Arany Ida. De most annyi történik, hogy balra csinálunk egy húrkot, mégpedig itt átmászunk ezen a hegyen.
úgy néz ki, hogy Kassát most már végérvényesen a hátunk mögött tudhatjuk, és indulunk fel az erdőbe. Košice vége. Egyébként még természetesen sokszor fogjuk látni ma Kassát, sőt olyannyira, hogy visszafelé még telibe át is fogjuk trafálni, ugyanis északról déli irányba muszáj lesz rajta végigjönni. De azért nem lesz unalmas, ennyit azért mondok. Nos, rögtön az első szerpentin kanyar, és jelen pillanatban 276-on vagyunk. Miközben ilyen gyönyörű szép reggeli fényekben gyönyörködhetünk, bemutatom rögtön akkor a túra résztvevőit. Itt van rögtön István Pisti, az erőművész. Mint láttuk, tökéletesen levette egyedül a bringákat a tetőről. Persze azt azért hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy elhozza Sajó híd végen a Falubikája címet, ahhoz azért még edzened kell, azt tudod. És természetesen a kommentátori állásban most is, mint mindig, Kobrankó. Tart a mászás tovább, Okres Košice. Ezt mondjuk nem tudom értelmezni ezt a táblát, mert hát mi az, hogy most megyünk be Kassa kerületbe? Nézzük a másik oldal, mi? Kassa 2. Tehát arra Kassa 2 van. Na hát, szóval vannak azért nagy talányok, azt meg kell hagyni. Hát egy kvízjátékban biztos fel lehetne tenni ennek a táblának az értelmét. Egyébként a Kassa, mint név, a Kas szóból származik, és hát hogy pontosan ennek mi lehetett az eredeti jelentése, azt senki nem tudja, de a szlávok is átvették, tehát a Košice is ebből van, illetve a lengyelek, meg az összes többi is hasonló módon hívják magát a várat. 420 méter, itt vagyunk a hágon, impozáns építmények vannak itt, de hogyha mondjuk lenézünk ebbe az irányba, az se semmi. Szóval azért az jól látszik, hogy itt már vannak hegyek. Egyébként ez az impozáns vezeték, ez a kassai vasműhöz megy, gondolom annak az áramellátását szolgálja, ami itt van lent balra tőlünk, abba az irányba. Miközben lent feltűnt a völgyben bukót, annyit szeretnék még mondani, hogy Kassa, visszakanyarodva egy kicsit még Kassára, hogy mindenről eszembe jut valami hülyeség. Mikor 2002-ben a Dunajecnél jártunk, apám látott egy táblát és megszólalt, hogy arra van Kassa. Én meg erre csak annyit mondtam, hogy akkor az nem a jegypénztár, igaz? Mondjuk egyébként is logikátlan, mert ugye nyilván Szlovákiában a Kassát, mint várost, azt Košicének írják ki, tehát főleg a Dunajec mellett, ami ugye fent van a lengyel határnál. Egyébként még annyit mondok most, hogy ugye az előbb mondtam, hogy 410-es hágon voltunk. Mondhatjuk úgy, hogy üres pénzkidobás volt, ugyanis hát most legurulunk. Egyébként szépen érünk le a bukót kitóig. Na akkor megpróbálunk egy húrkot csinálni itt a tó körül. Látszik, hogy halasz biztos van benne, mert itt horgásznak. Nagyon szép fekvésű. Most itt elmegyünk a gáton. Egyébként a gát 17 méter mély, tehát a gát magasság az 17 méter mély, és a víznek pedig a maximum magasság az 14,5 méter. Na, és egyébként a tóban pedig 2.190.000 köbméter víz van. Na, azt azért rögtön hozzáteszem, hogy azért nem magamtól vagyok ennyire okos, hanem az előbb itt volt a táblán mindez kiírva. Miközben csinálok itt egy pillanatfelvételt a befolyóról, megmutatom, hogy a mai túránk célja az nem más, mint ottan hátul azok a innen egyébként most még kicsinek tűnő hegyek, de hát azért egészen magasak lesznek. Egyébként az volt a terv, hogy végigmegyünk azon a parton, ott végig, de hát egyrészt van egy tiltótábla, másrészt meg azt mondták, hogy hát az szinte már csak szinte alpinista felszereléssel járható az az oldal, úgyhogy letettünk róla, és akkor innen megyünk vissza arra. Egyébként ez az Ida völgye, most folyásiránynak felfelé megyünk, és ha itt most mentünk volna lefelé, akkor itt jött volna először Kis Ida, Mála Ida, illetve alatta van Nagy Ida. Nagy Ida mellett van egyébként maga a vasmű. Egyébként Nagy Idáról meg annyit, hogy hát erről már szerintem biztos mindenki hallott, ha más nem, akkor a cigányok révén. Magába a történelmi ténybe, vagy legendába most nem mennék bele. A vége minden esetre az lett, hogy a Habsburgok lefejezték őket. Következik Bukóc.
látszik, hogy ki van írva, hogy Bukovec, nem véletlen, hogy nincs kint magyar nyelvű tábla, és egyértelműen a Bukovec a normális kifejezés, ugyanis ez csongszlovák falu, olyannyira, hogy az 1773-as tudósítások is már teljesen Tóth falunak írják. Hú, ez az épület meg úgy néz ki, mint a szocializmusból, itt rekedt Agrokonzum, de úgy látom, hogy faluháza. Igen. Mindenhol ezek a szlovák kockaházak. Hát kinézetlen vagyok, hát nem mondom, hogy kimondottan dizájnosan, de viszont praktikussági szempontból mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen jó. Most hagytuk el így a Bukócot, kegyetlen több mint 13%-os emelkedő. Hát így reggel nekem éjgyomorra, ez egy azért egy kicsit túlzás, szóval, hogyha becsúszik a nyelesping a gatyába, akkor azért nem vállalok felelősséget. És az egészben még ráadásul az a legjobb, hogy nem is rövid. Hát az emelkedési szög az nem sokat változott, de hogy még jobban élvezzük, most már aszfalt sincs. Na itt vagyunk a tetőn, és hát most koppantam jó nagyot. Ez bizony tök üres, és hát Szlovákiában ez elég nagy probléma. Egyébként csak mutatom, hogy bizony, ha főúton jöttünk volna fel, se lett volna egyszerű. Egyébként tőlünk balra, itt bent a völgyben, itt van a felső Bukocki víztározó. Hát ez sajnos körbezárt, elkerített terület, ugyanis Kassa édesvízi készlete ez tulajdonképpen. Ez a falu itt előttünk, bent a völgyben, ez Mexikó. Hát nem tartom valószínűleg, hogy hirtelen átkeveredtünk Közép-Amerikába. Hát minden esetre Pisti, azért egy reggelizésre már megérett a helyzet, nem? Sajnos a kajálás legtöbb akadálya az, hogy nem folyadék. Úgyhogy jobb hiány, megyünk tovább. Mondjuk az út nem túl jó, de legalább tempót lehet diktálni. És mondjuk nem is árt, mert elég hosszú még ez a mai nap. Tiszta szívás! 50-nel gurulunk lefelé, holott mászni kéne. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Na hát, azért megvan itt a jó hely. Egyébként mutatom, hogy nem beszéltem át fűfavirágot, tessék, csak Mexikó. És, ami a lényeges, hogy... Hoppá, van itt ám, ami nekünk a legfontosabb. Látszik, hogy ivóvíz. Ha már megálltunk, akkor bepusszantunk egy pusszantót. Ez kőszikla. Mondtam már, hogy apámnak mibe tört bele a foga? Mibe? Az aludtejbe. Na ne csináld már! És ráadásul kétszer! Hát mi volt abban az aludtejbe? Hát én nem tudom, lehet, hogy kő. Vagy az Isten tudja. Vagy túlságosan megaludt már. Sokat aludt! Recambogok már ide. Egyébként, ha valaki nem tudna, akkor az Ida-patak milyen jó kis csobbanóhely. 31 kilométer elteltével közeledünk Zlata Itkához, azaz Aranyidához. Itt, hogyha balra elmennénk, Rudnyik felé, akkor le lehet jutni Jászó, illetve utána tovább Szepsibe. Hogyha valakit érdekel az a környék, akkor nyugodtan nézze meg 2011-ben készült Hegyi túra a Felvidéken című videónkat. 32 kilométer elteltével, az Ispán Pisti az előbb megszólalt, hogy hol van már a hegy. Nos kérem szépen, ott szembe. Amit most látunk, ez nem más, mint a kojszói havasok, és innen persze még nem tűnik olyan látványosan nagynak. De azért nyugodtan higgy el mindenki, hogy lesz itt mászás rendesen. Zlata Itka, az az Aranyida. Nem nehéz kitalálni a nevéből, hogy bizony, itt régen valamikor az Idába, ami itt van mellettünk, aranyat mosogattak. Látszik, hogy itt még most virágzik az orgesz. Hát nálunk már lecsengett. Angulatos ez a falu. Kicsit szegényes, de gyönyörű szép a környezet, amiben van. István Pisti hiányolta a meredeket, nos hát itt van 8%. Tény, hogy elég hosszú volt az előjáték, mert gyakorlatilag 35 km, de innen aztán megyünk Torony iránt. Ez az Aranyida most turisztikai központ, sí pályák vannak egyébként a környéken. A látszat egyébként csal, mert úgy tűnik, mintha már a vadonba mennénk, de nem. Mi mindig a faluba vagyunk, ezt úgy kell elképzelni az Aranyirát, mint a Erdélyben vannak ilyenhez hasonló falvak, például a Varság, Székely Varság, hogy különböző ilyen szorvány tanyabokrai vannak, és különböző völgyöken kell felmenni, de valójában egy közigazgatási terület az egész. Talán itt a házon látszik, hogy
Ilyen eszméletlen kemény. 12% jelen pillanatban. És újra lakott terület, ez Zlatajda felső része. Megállok már egy pillanatra. Felveszem már a táblát. 9 km a Kojkoszkojszovszka hóla. Nem, mintha nem tudtam volna, de hát ez jó úgy, hogy megálljok pihenni. Egyébként Aranyida felső része, egy rövid pillantás, itt már látszik, hogy most már azért úgy fent vagyunk. Egyébként ez lesz az út. Egy jelen pillanatban 677-en vagyunk, 1246,4 a Kojszovszka hóla, ami azt jelenti, hogy nagyjából 600 méter, és 9 km alatt Pisti rögtön kiszámolta, hogy azon 6 és 7 között lesz átlagban. Persze azért lehet ez majd rosszabb is. Útelágazódás következik, mindkét irányba behajtani tilos, lefelé is erre, és erre azért gondosan elzárták még egy sorompóval is. Annál jobb, legalább autóforgalom biztos, hogy nem lesz. Na, mondjuk kicsit furcsának tartom, mert fent van a nagy sípanzió, az Erika, hogy ahhoz, hogy lehet feljutni, ezt nem tudom, mert lehet, hogy akik oda mennek, kapnak kulcsot. Egy jól sikerült olyan isten igazábolos visszafordító, úgyhogy szigorúan csak a külső híven. Ez az út hadi út volt egyébként, vagy legalábbis annak épült. 38-tól ugye 44-ig ez a terület Magyarországhoz tartozott. Ugye az első bécsi döntés alapján visszacsatolták. És a magyarok radarállomást akartak a csúcsra tenni, aztán persze nem valósult meg. Szlovákok persze sok kísérletet nem tettek az út felújítására, azóta se. De hát olyan, amilyen, mindesetre mi azért tudunk rajta menni. Az emelkedési szög 7%-nál nincsen kevesebb, sőt, ezekben a visszafordítókban bizony 10 fölé megy. Itt a fák között felnézve látszik, hogy fantasztikusan kék az ég. Gyönyörű idő van, természetesen direkt így időzítettük. Kék jelzés, ez vezet a csúcsra. Néhány szép időfelhő persze van, de hát ilyen magas hegyek között ez elkerülhetetlen. Ezekből persze eső nem lesz. A nagy emelkedési szögnek köszönhetően már 8-25-ön vagyunk, és itt azért már ki lehet csandítani balra, hogy itt már van magasság. Azért hébe-hóba mások is járnak erre. Egy rövid kilátás. Megálltunk egy picit pihenni. Néztük itt az előbb a bringás csávónak, hát olyan vádia volt, mint nekem a fejem kétszer. És egyébként az általánosakban elmondható, itt mondja itt István Pisti, hogy ugyanez van az osztrákoknál is. Hát ugye azt kell mondanom, hogy ezek az országok teljesen más kultúrkör, mint a miénk. Nálunk ugye a trendi a wellness szállodába való döglés és halálra zabálás, itt meg azért természetjárás, túrázás, bringázás az az élet része. Mindig szoktam mondani, hogy nem a mennyiség a lényeg a bringatúrázáskor, hanem a minőség. Ezt persze most is fenntartom, de hát a mai túrában bizony lesz mennyiség rendesen. És nem csak kilométerben, hanem bizony magasságban is, úgyhogy aki akar szörnyűködni, akkor az hallgassa meg majd a végén a szintadatokat. 900 métert elhagytuk, és a bükk már teljesen átvette az uralmat. A 940-nél akkor egy kilátás, íme, amit ott mindjárt ráközelítek, ugye az Aranyidának az egyik ilyen tanya része. De nem ez az érdekes, hanem amit hátul látunk, az pedig nem más, mint a Bódva völgye, és arra hátra a félhomályban pedig Magyarország. Hát most nem sorolom, hogy miket látunk ott, szerintem a tetőről majd lesz kilátás. Természetesen aki akar, az följöhet sílifttel is, íme, és aztán egészen arra ez az Erika síparkhoz megy föl, ami egyébként már majdnem a csúcson van. Elég jól látszik, hogy hatalmas déli szél van, és hát egyelőre elképzelésem sincs, hogy a csúcson milyen orkán erejű szél lesz. Ebben a pillanatban hagyjuk el az 1000 méteres tengerszint feletti magasságot, és most már északnyugat felé is van kilátás. Persze mindenhol hegyek. Sokan mondják, hogy mikor én egy kilométer órára pillantok a kamerával, akkor nem sok minden látszik belőle. Hát sajnos nem tudom másképp megoldani, főleg, hogyha ha terepen megyek, mert egyszerűen nem tudom úgy tartani a kormányt, hogy ez jól olvasható legyen. Mindenesetre majd azért mindig mondom, mint ahogy eddig is. Gyönyörű szép panorámája van különben ennek a gerincútnak.
És hát most már, hogyha így egészen hátrafelé tekintek vissza, most már az Empléri hegység is látszik, de hát menet közben ez nem az igazi, majd fentről. De hogy a monoton mászásnál egy kicsit megtörjem a csendet, néhány szót illene mondani arról, hogy egyáltalán hol vagyunk, mert ugye erről egyáltalán nem esett eddig szó. Nos, ez a szlovák érchegységnek a legkeletibb vége. A magyarok egyszerűen csak érchegységnek hívják, egyébként szlovákul Volovské vrh, és a szlovénszki Rudehóra tájegység legmagasabb pontja ez. Közben utolértem István Pistit. Mit lomolsz, Pisti? Napkenőcs. Aha. De Pisti, ne haragudj már meg, de hogy fért ez mind be a csomagba? Az úristen se tudja. A színes tévét meg otthon hagytad, mi? Pedig még befért volna. Hát, mert az a baj, ez nem három, ez négy dimenziós táska. Ja, úgy már értem. De Pisti? Na? Nem tudom, tudtad-e, hogy Szlovákiában az egy négyzetméterre eső medvék darabszáma a szlovák érchegységben a legmagasabb. És mit gondolsz, hol vagyunk most? Biztos a szlovák érchegységben. Jó, ott eltaláltad. Úgyhogy ha most hirtelen megjelenne itt egy medve, akkor nem gazsulálni vele. Arra kell vigyázni, hogy ha biciklivel van, akkor föl kell menekülni. Igen, ezt mondjuk tudom. Nem mondtál most kivétel se hülyeséget, ez nem poén volt. Hát jó, hogyha valaki tudja, akkor ugye a medvének rövidebb a két első lába. Ezért lefelé menetbe. De hülyeséget mondtál! Lefelé kell menekülni! Jó van, nagy nehezen leesett. Nagy marha állat, nem bírt ki. Na mindegy. Ráadásul ami gond, hogy ilyenkor vannak bocsai is. Úgyhogy erre azért mindenki ügyeljen, mert ilyenkor aztán agresszívak. Úgyhogy Pisti, ha mégis találkozol velük, akkor csak annyit mondja, hogy bocs, most nem érek rá. Amerre a szemmel lát, most már egyre nagyobb összefüggő vadon van mindenfelé. Mikor először voltam itt, hát nem is emlékszem már rá pontosan, igen régen volt, szerintem Árpád apánk akkor még az Etel közbe se járt, olyan jégeső kapott itt el, ezen a szakaszon, vízszintesen fújta az északi szél, csak úgy kopogott a fejünkön, és nyáriasan voltunk költözve, október eleje volt. Találkoztunk itt szembe túrázókkal, és szent se tudtak magyarul, annyit mondtak, nem menjünk tovább, a másik oldalon már fél méteres hó van. Úgyhogy szégyen szemre Bieli Kámenig mentünk föl, amit most mindjárt következik, és onnan muszáj volt visszafordulni. Ilyen is van, néha kompromisszumokat kell kötni. Eszméletlen milyen tiszta a levegő itt. Szerintem látszik a színeken. Nos, megérkeztünk erre a mini hágóra, az a neve, hogy Bieli Kámen. Próbáljuk itt kisvillabizálni, hogy mi lehet ez pontosan, SMP 1944-1999. A 44-et az még valahol értem, mert egyébként itt csaták voltak. Sőt, mikor én 2003-ban itt voltam, akkor itt még összefüggő erdő volt, és itt mindenféle harci eszközök voltak felvonultatva, volt egy tank is, úgy emlékszem, kiállítva, meg egy tarack, szóval ilyen partizán helyez. Egyébként Fehérkő Bieli Kámen. Érdemes megnézni az erdő alját végig. Ez bizony áfonya a javából, ameddig csak a szem ellát. De ameddig a szem ellát, abba az irányba is van kilátás. Ugye ez már az északi oldal, most azért nem fecsérlek rá hosszú időt, mert abba az irányba fogunk menni egyrészt, másrészt meg a csúcsról nagyon szépen körbe lehet mindenfelé látni. Az szintén biztos elég jól látszik, hogy elhagytuk a bükkövezetet, ugye ez már az északi oldal, és itt már ősfenyvesek vannak. Nem túl jó állapotban, de ezek egyértelműen itt természetesen nőttek. Pisti az előbb éppen azt fejtegette, hogy a partizánok meg honnan szereztek tankot? Nekik ugye hegyük szokott lenni. Mondjuk ez is jó kérdés, de mondjuk az is, hogy miért csak a szláv népeknél volt partizán mozgalom? Az összes környező országban óriási partizán mozgalom volt, nálunk miért nem volt? Hát lehet, hogy azért, mert az Alföldön mondjuk nehéz lett volna bujkálni, ez egyszer biztos. Ha csak nem a homoktövös mögében nem fekszenek. Ott lent már felcsillan az út, ahol majd fogunk lefelé menni, de természetesen először még hátra van a csúcs. Ebben a másodpercben érkezünk meg az Erika panzióhoz. Hát ahhoz képest egész sokan vannak, autók is, hogy le van zárva az út. Íme. És körvonalazik a célunk is, az úti célunk, ami pedig nem más, mint a Kojszovi hegy, azaz a Kojszovská hóla. De az látszik, hogy még bizony kell menni fölfelé. Egyébként ez télen itt nagy élet van, hát jól látszik, hogy most nyáron is.
Csata Erika egyébként rekonstrukció alatt. Ott látszik, hogy 1046 méter, sehogy nem stimmel, de szerintem lehet, hogy jöttünk rá valamennyit. Ami nekünk kell, az pedig nem másnak Ojszovszká Hóla, az pedig arra. Azért vannak itt a hó eltolására alkalmas eszközök, azért kiszokták őket biztos használni, nem Pisti? Hát, ha van hó. Aha, de figyelj csak Pisti, most nagy feladat lesz, mégpedig ez a te feladatod lesz. Lyukat fúrsz a turisták között. Meg fog felelni ez a feladat neked? Aha. Na azt mondja, hogy mutatom éppen, mondom itt az elő Pistinek, hogy na majd onnan lesz érdekes az út, ő meg csak annyit válaszolt, hogy neki ez nem annyira érdekes, inkább meredek. Hát ez lesz egy olyan 18, mi? Úgy kb. Egyetlen meredek, de mondjuk uratkozni azt semmiképpen sem lehet. Ami a legfontosabb, hogy látszik a meszelt gömb, és ilyenkor, ilyen monoton mászás végén mindenképpen utolsó lendületet az, hogyha már látszik. És érkezés a célhoz. Nem pontosan ez a cél, ugyanis itt elmegyünk erre. Pisti, megnézzük magát a csúcsot. Hú, hát van szél. Miközben itt éppen teleproszhozok, mutatom a fantasztikus kilátást, de hát ezt majd nem így bringára érdemes megnézni, hanem úgy. Nos, itt vagyunk a csúcson. Sajnos egy cél van. Olyanra, hogy lehet, hogy ebből sem lehet jönni. Hát látszik, hogy nem vannak kiláta senki. Olyan elvetemült, hogy bringával jött volna fel. Megnézem a kártyát. Hát ott lenne, hogy 4 méter, ami ugye nem látszik, de ezen a ponton annyira. Megnézem már, hogy jó volt itt. Látom, szlovákul van, úgyhogy úgy se értjük, meg valószínűleg semmi közünk is. Úgyhogy egy kicsikét itt akkor szétnézünk. Megpróbálom megállni a szelet. Minden tulajdonképpen körbeszinte minden változatokkal, az ott végig az Zemplén-hovata, egész hátul a félhomályban, egész végig, ugye a Szlovákiában is folytatódik Zemplénská Sirava néven, egész arra végig. Ami még érdekes, hogy ott van a kassai vasmű, megpróbál, talán rá fog élesíteni, de nem biztos, ez már túlságosan messze van még így légvonalba is. Na mindegy, talán látszik valami belőle, ilyen füstök jönnek ott fel. Magát Kassát különben nem látjuk, mert az meg itt van em mögött, a hegy mögött. Ott bent, úgyhogy ez a gerinc itt példa, ez pedig itt a Leszó Park, majd itt is leszünk délután, itt végig, ezen a völgyön. Ez a Volovszki hegyláncnak a maradék rész. Akkor most megpróbálom, hogy talán még ez sem annyira zavaró. Azok a részek látszanak, akkor hátrafelé pedig a Bódva völgye, és ott pedig egészen hátul a félhomályba, az pedig nem más, mint a Bükknek a vonulata. Látszik, hogy a turisták rajzolnak itt, mint a itt szépen libasorba mennek lefelé, itt az áfonyásba. Egyébként ugye nem titok, hogy mi abból az irányból jöttünk föl, és majd arra felé fogunk menni. Kelet felé, ha valamennyire látszik, illetve hallani, ez itt közvetlen előttünk, ez a Tokaj Erperjesi hegylánc, tökéletesen látszik, egészen jó. És pedig akkor átoltunk a másik oldalra. Itt létezik valami könyv is. Hát most megkereshetném, amit belekapartam 2003-ba. Kaparjuk valamit, Pist? Hát te mit csinálsz? Annyit írok bele, itt jártunk Kobrankó és István Pisti. Hát nem bonyolítjuk volna a dolgot, mert úgyse ért. Hogy nem biztos, hogy ezt szabad filmezni. Hát az Isten se tudja, hogy egy meteorológiai állomás és a meteorológiai állomás is egyben. 1988-ban épült, csak egy adalék információ. És azt következik, hogy aha, hát való itt kell elmenni. Biztos. Megpróbálunk kimenni az északi rész. Pisti rövid úton megoldotta a dolgot. Egyébként csak mondom, hogy lehet azért menni bringával. Tehát, de hát akinek ugye 12 deka a bringája, annak egyszerűen megy ez. Én is bringával megyek. Hát igaz, te is bringával mész. Tény kérdés. Na jó van, nem kell sokat menni, oda megyünk. Na itt vagyunk az északi átjátszónál. A biztonság kedvén most már megfejtettem a bringát, úgyhogy akkor most következik az észak-nyugati kilátás. Rögtön mutatom, hogy ott az Erika panzió. Ezt mondja, hogy ott.
Igen, ez csak azért érdekes, mert oda vissza fogunk gurulni, és ott mellett ilyen szerpentinen megyünk le majd a völgybe, és akkor íme mutatom a végállomást, Gelnica, úgy hívják azt a falut, ami igazándiból város, és magyarul Gölnicbánya. Tehát oda fogunk lemenni, egyébként keresztbe az a rész ott, végig az a Linyec, az a Gölnic völgye, és egész ott, mindjárt lejövök ide, igen, és ott az a hátsó falu, annak a tövébe ott folyik bele, majd a Hernádba, és természetesen mi is leszünk ott ma, és még egy érdekesség még, a névadó, a hegynek, ennek a havasoknak, a Kojszovszki havasoknak a névadója, az pedig az a kis piciny falucska ott lent, a nyakba, úgy hívják, hogy Kojszov. De ezzel is fogunk még a mai nap folyamán találkozni. Tehát ez a kojszói havasok gyakorlatilag, amit itt látunk körbe, ez a rész, és meg kell még említeni azt a kőbányát, ott azt úgy hívják, hogy Vapenka, és a Margeszáni, ami ott van egészen lent, most egy picit ráközelítek, Margeszáni, vagy Jaklovce, én már így pontosan nem tudom, hogy melyik az a falu, ami innen pontosan látszik, mert szinte egybe van épülve. Nos, ott is lesz egy kicsikét még, itt töröm az ugart itt a áfonya rengetegben, egy picit megpróbálok lejjebb helyezkedni, mert ugyanis még egy napirendi pontot meg akarok mutatni, az szintén délutáni program le. Talán innen elég jól látszik, igen, igen. Szóval nem akarok senkit elkeseríteni, de az a szikla ott, az a Folkmarska szkála, és bizony oda is ki fogunk menni a mai nap folyamán, még valamikor délután. Ez 945 méter magas, de az valami fantasztikus, hogy onnan milyen kilátás van. Na, még egyszer fordulok. Tehát ez a Kojszkoszál hóláról az északi kilátás. Na és akkor van itt egy jó kis kakasálló. Na, megtaláltam a kukorékoló helyet, és akkor most jön a pont az íre. Szépen lassan fogok közelíteni, talán lehet látni. Nagyon ritka különben az ilyen alkalom, hogy ennyire tiszta az idő. Nem tudom, hányan tudják, hogy vajon mit látunk ott. Ott egész hátul. Szerintem lehet látni a havas csúcsokat. Talán lehet látni, én csak reménykedem benne, én innen nem látom a kamerán keresztül, szabad szemben, viszont tökéletesen az a Tátrának a láncvonulata, és innen 75 kilométerre van. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy látszik, de csak reménykedem benne. És akkor még egy érdekesség, egészen hátul a háttérben az a kékes csúcs, ott a felhők alatt, az pedig nem más, mint a Királyhegy, ugye az alacsony Tátrának a keleti csúcs. Akkor irány lefelé 16%-os lejtőn, ami azért nem kellemes, mert főleg egy kézzel, viszont gyönyörű panoráma van mindenfelé, hát ezt mondom, szépen lehet látni. Nagyon remélem, hogy senki nem fog megsértődni, hogyha nagyon nem ereztem meg. Még egy történelmi adalékinformáció azoknak, akiket ez esetleg érdekel, hogy ezen az úton, ahol most gurulunk lefelé, itt húzódott az 1938-as magyar-szlovák határ. Mikor 1938 márciusában a tőlünk délre eső területet visszakapta Magyarország az első bécsi döntésnek megfelelően, akkor rögtön egyfajta ilyen szimbólumként rögtön síversenyt rendeztek itt a Kojszovszká hóla oldalába. Egyébként magán a csúcson átmegy a Európát keletről nyugat irányba, a Pireneusoktól egészen a Boszporuszig tartó nemzetközi turista útvonal, szóval érinti a kojszói csúcsot. Érkezünk vissza meg itt a Penzión Erikához. Nyepárkovágy. És akkor most jön a furfang, ugyanis ugye onnan jöttünk, és ebbe az irányba megyünk lefelé. Most ez azért érdekes, mert ez az út hivatalosan nem is létezik. Tehát ott látszik, hogy mindenféle tiltótáblán természetesen abszolút behajtani tilos, és a térképen sincsen rajta. Hát persze ugye én jártam már erre, úgyhogy túl sok meglepetés nem lesz. Annyit megsúgok, hogy óriási kilátás várható a változatosság kedvéért most észak felé. Autósztrádát persze senki ne várjon, de legalább aszfalt az út. Eszméletlen különben a kilátás. Az előbb lehetett egy pillanatra látni a két Saris hegyet, ugye az a Sáros hegy magyarul, szlovákul Saris. A sörkedvelők esetleg ismerhetik a Saris magát a sört. Pisti rögtön meg is jegyezte, hogy akkor miért nem Sörös hegyek. Hát igen, jó kérdés.
Egyébként még mutatom, hát nem hiszem, hogy bármennyire is látszik, de jelen pillanatban 1110 vagyunk, és most már innen indul lefelé az út. Itt a felső rész az olyan szerpentines, és aztán lefelé pedig majd patakföld lesz. Ez a felső régió átlagban 9%-os lejtési szögű, és körülbelül majdnem 1000 métert vesztünk 15 kilométeren, úgyhogy ez se egy egyszerű rész. Látszik, hogy szarnak befelé, felfelé is némelyik ember tolja. Éppen azt beszéljük itt Pistivel, hogy a kezem szinte teljesen elzsibbat, majdnem 10% fölött van végig a lejtő, de most már kilométereken keresztül, úgyhogy nem csoda, hogy a csávók tolták. Megálltunk egy pillanatra pihízni, az az igazság, hogy olyan szinten elgémberedett a kezem, hogy az valami hihetetlen, hát muszáj volt megállni. Egyébként csak mutatom, érdekességképpen, Kolszovská hóla 5 km, és szintbe, most nem mutatom meg a GPS-en, de szóval az a lényeg, hogy 500 méter. Tehát ez gyakorlatilag csonkra 10%. Úgyhogy valami eszméletlen kemény. Ha valaki ebből az oldalról próbálkozik, akkor az ember legyen a talpán. Amit még mutatni akartam, hogy van ám térképünk is, hoztam, mégpedig a VKU sorozatnak két része, ez lefedi nagyjából a túránkat, egyébként egész Szlovákiát lefedi ez a turista térképvonalon, ez magasan veri Kelet-Európában, de lehet, hogy még Nyugat-Európában is a mezőny. Nagyon részletes, nagyon áttekinthető, nagyon jó a grafikája, és látszik, hogy kerékpár, sí, GPS adatok, az égvilágon minden van rajta. Úgyhogy egy pillanatra mindjárt beletekintek akkor, hogy néz. Akkor nagyjából megpróbálom elmutogatni idáig a mai programunkat. Ugye itt látszik, hogy Kassának itt valahol itt voltunk az alján, innen indultunk, itt volt egy kis keringés bent, aztán lejöttünk a Bukovszki-tóig. Itt a nagy tó, amiből ugye nem látszott semmi, itt felüljöttünk el, itt végig itt volt Mexikó, biztos emlékeznek rá, hogy ott volt egy kis reggeli, jöttünk felfelé, itt van Aranyida, és hát ugye ami nincs rajta a térképen, hogy itt kanyarok fölfelé az út, itt van a Kolszovská hóla. És most pedig jelen pillanatban itt megyünk lefelé, valahol itt, és hát itt kerékpárutat ugye jelez a Perlovi patak, de még nem értük el, itt most még csak a szerpentines szakaszon, és akkor itt megyünk kifelé majd. Igen, általánosságban így néz ki maga a térkép, amit mondtam, nagyon részletes, nagyon látványos, és a turista utak is nagyon jól követhetők, és ami még nagyon fontos, hogy szinte mindenhol időegységek is vannak az adott pontok között. Most itt van egy útelágazódás, persze arra is tilos tovább menni, mi persze most erre megyünk. Annyi információt még közlök, hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ez sem egy rossz hely arra felé menni, akkor le lehet jutni Gelnicára, illetve Gölnicbányára, bocsánat. Itt pedig a Perlovi patak völgyén megyünk le, ez sem kevésbé látványos. Az előbbi térképbemutatóról pedig annyit, hogy csak alibinek van itt a térkép, az egész a fejemben van. Az egész mai túra, ezt most nem hencegésképpen mondom, csak megvan az a tulajdonságom, hogy ilyen vonalon nem felejtek egyáltalán. Tehát nem tudom, hogy miért van ez, de ha mondjuk leküldenek a boltba, például mire leérek az első emeletre, már elfelejtem, hogy mit kell hozni. Itt viszont elképesztő, hogy visszaemlékszek mindenre, teljes egészében vizuálisan is a fejemben van. Az egyik haverom szokta mondogatni, hogy innod kéne, akkor hát, ha jobban felejtenél. 652-n vagyunk, a környék egyre jobban kezd hasonlítani a Hord völgyére, itt zúg mellettünk a patak, és nagyon szép, egyre szurdokosabb az egész. Patakvölgy ide, patakvölgy oda, a lejtési szög továbbra sem csökken, még mindig 7% fölött van. Hébe-hóban még vannak fenyvesek, de már inkább a lombhullató erdőrészek veszik át az irányítást. Szóval, aki ide jön, annak azért egy baráti jó tanácsot adnék, hogy féket azt mindenképpen hozzon magával, mégpedig a jobb fajtából, és legalább kettő. A guruláshoz egyébként dalbetéttel is készültem, az pedig nem lett volna más, mint Bájeleknek a Kedvesem című nótája, mert ugye most tegnap volt az Eurovíziós Dalfesztivál döntője, és hát ugye mindenki nagy lebőgést várt, mert körülbelül a színvonal az olyan volt, és ehhez képest 9. lett. Hát mondjuk nem gondoltam volna, hogy az európaiaknak is botfülük van, de hát ha már ide jutottunk, akkor innentől a produkció kimarad. Mondjuk túl egyszerűen nem is jelent volna az előadása, mert az igazság, hogy ilyen kifinomult dallamot és ennyire bonyolult szöveget azért nem könnyű ám lemajmolni. Nem tudom, hogy mi történt, de az út minősége az majdnem a tökéletes csúrolja. Ahhoz képest egy forgalomtól lezárt út, ahhoz képest ez
szenzációs, mondjuk úgy látom, hogy idáig tart. Most annyit még mondok ezzel kapcsolatban, hogy mikor legutoljára itt voltam 2009-ben, akkor ez a híd, ami most átmegyek, ez ott volt. Így úgy körülbelül olyan 10 méterrel odébb helyezte a patak. Úgyhogy úgy kellett vállon átlábalni a patakon a bringával. Azóta viszont faszául megcsinálták. Hát igen, hát végül is nem otthon vagyunk. Na itt aztán lehet menni, egyébként 5-13-on vagyunk és jelen pillanatban 4%-os a lejtő. És az út minősége egyelőre tökéletes. Az első szakaszhoz azért még annyit hozzátennék, hogy nem árt, hogyha valaki erre jön, akkor terepgumija legyen. Én sajnos kősziklává, sőt majdnem, hogy szinte már vidiává fújtam fel a gumit, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt jó húzás így utólag belegondolva. István Pisti most van itt először, kérdeztem, hogy van megelégedve, annyit mondott, hogy korrekt a pálya. Egyébként a terület maga az a bányászatáról volt híres. Itt például közeledünk most egy régi bányához, az a neve, hogy Korunka, de lentebb is van még bánya, jó pár ilyen felhagyott bánya van itt végig a völgyön, például többek között a Karola is majd egy kicsit lefelé. Hello! A növényvilág itt már teljesen kárpátias jellegű, fenyvesekkel tüzdelt vadregényes táj. Ahogy jövünk le, közeledünk a völgy aljához, egyre több a civilizáció. Egyébként érdemes megnézni például itt már a hegyoldalakat. Teljesen olyan, mintha Erdélyben lennénk. Perlovi patak, azaz Perla patak, egyébként Csehországban is van. Az is egy látványos hely, de ezt semmiképpen nem tévesztendő össze azzal. Azért látszik, hogy pünkös van. Mindenféle eldugott helyenként. Egy profi módon újjáépített híd, hát nyilván muszáj volt, mert hogy eltűnt, gondolom a legutóbbi árnál. Annyit még mondok csak érdekességképpen, hogy a Kojszovszka hólához képest most jelen pillanatban 400 méteren vagyunk, és a hőmérséklet az legalább 12 fokot nőtt, pedig észak felé jövünk lefelé. A patak egyébként a Perla a Gölnicbe ömlik, és itt már nem sok van hát. Megálltunk itt a forrásnál. Te Pisti észrevetted, hogy milyen vas íze van, de az összesnek itt itt az összes forrásnak. Ja, de jó. Hát, jó tesz. A bányák miatt, nem? Hát ez jó tesz a hemoglobinnak is. Na hát akkor tényleg? Aha. Na mindegy. Szóval csak azt akartam mondani, hogy elhoztam ám az okostelefonomat is. Beleprogramoztam az égvilágon mindent, úgyhogy hogy a két hülyének ne kelljen gondolkozni, hogy éppen mit kell csinálni, úgyhogy benne van az is például, hogy mikor kell kajálni. Többek között például. Te Pisti, figyelj már, most látom, hogy 10 perc múlva húgyasztod kell. Tényleg? De jó, hogy szólsz, hát majdnem elfelejtettem. Na, hát látod. 2004-10. Hóba csinálták. Onnan jön a hegyből. Úgy mellékesen nekem is kell már húgyantani. István Pisti nem engedi azt, hogy csak 15 perc múlva lehet, mert azt írta ki a gép. Egyre primitívebbek ezek a beszólások. Lehet, hogy ki kellene őket vágnom. De hát az a probléma, hogy azzal meg dolgozni kéne, én meg ahhoz lusta vagyok. Úgyhogy valószínűleg benne marad minden, ahogy szokott lenni. Érkezünk a főútra. István Pisti itt az előbb nagy ártatlan szemekkel megkérdezte, hogy a zákáz mit jelent szlovákul. Hát mondtam neki, hogy tilos. Minden országban ugye a tilos van a legtöbb helyen kiírva. Az a legelterjedtebb szó az út mentén. Gurulunk befelé Gölnicbányára. Ez a környéken, itt a völgyön a legjelentősebb település. Egyébként nem túl nagy város. Gondolom nem árulok el semmi újdonságot, hogyha azt mond, hogy a legelterjedtebb hobbi itt a bányászat volt. Amit átpattanunk akkor a Nyíleten, ugye ami magyar környéz, és hát azért ez mondjuk áll egy ilyen nagyobbacska folyónak minősül. Most hát így néz ki az óváros. Hát itt említettem, hát nem egy nagy hely. És ami még feltűnő, hogy teljesen pang az ürességtől. Viszont az épületek állaga az ahhoz képest, hogy tulajdonképpen milyen környéken vagyunk, meglepően jónak mondható. Itt a szocialista városközpont, ez jól látszik a
az épületen. Most úgy látom, hogy tele van mindenféle butikokkal, és akkor ott van az az óriási templom, a műemlék templom. Ami még említést érdemel, ez a bányászati múzeum egyébként itt a templom aljában, az pedig nem más, mint ott szembe, az a Várhegy. Nos, ami itt szemben van, tehát ez a Várhegy, a Gelnyicki rád, az a Gölnic vára, és hát nem sok minden látszik ebből a szögből belőle, de a megsúgom, hogy más szögből se. Tehát hogyha valaki megpróbál felmászni a Várhegyre, akkor csak üszkös robokat talál, úgyis 1524-ben felrobbantotta. A várat egyébként Másik András építette, és mint ahogy már mondtam, hűlt helye van, és azért látszik, hogy van a városnak ám újkori történelme is, mégpedig a szlovákok, amit hozzátettek, az pedig nem más, mint az a panelrengeteg ott. Érkezünk a város északi végébe, és akkor innen már megyünk is ki a főútra. Újra a Hrinyec, most a változatosság kedvéért balra megyünk, és a Gölnic folyás irányával lefelé fogunk menni. Eperjes, azaz Prešov felé. Egyébként a környéken arany, ezüst, vas, illetve részbányászat is folyt. Úgy látom, hogy a Tesco nyitva, pünkösd vasárnap, csak mondom, úgyhogy látszik, itt nem a KNDP van kormányon, mert nálunk lassan már hétköznap is bezárják a bevásárlóközpontokat. Nekem mondjuk az lenne a legjobb, ha sose zárnának be, még éjszaka se, mert én ilyen fajta vagyok, de hát hiába, most egy ilyen világot élünk. Ugyanis szerény véleményem az, hogy a bolt azért van, hogy nyitva legyen. Egyébként még egy utolsó pillantást vetek a panelrengetegre, csak azért, hogy a jó benyomás maradjon meg a városról. Határozottan megyünk lefelé, a Gölnic völgyén, és ráadásul azért nem szabad el hallgatni azt se, hogy remek hátszél van. Közben itt a Kassai Állatkert reklámtáblája mellett elhaladunk, lehet látni a füvön, hogy milyen jó kis hátszél van, és felhívom a figyelmet még a jellemző növénytársulásokra, ugye nagy részt inkább fenyő. A Hrinyec, vagyis a Gölnic, ezen a szakaszon már hivatalosan is hajózható folyó, hát én szerintem azért simán át tudnék okával is lábalni rajta, de biztos van olyan vízállás, amikor lehet rajta hajózni, hát azért ahhoz képest, hogy milyen esőzés volt, szerintem még most se. István Pisti éppen az előbb közölte, hogy most már jó lenne valahol valamit kajálni. Hát mondtam neki, hogy ő gyakorlatilag eddig szinte csak azt csinálta, de most az egyszer egyetértek vele, ugyanis hát kezdek éhesenni. Nem is beszélve, hogy már 1:30 van. Úgyhogy Jaklovce szerintem alkalmas is lesz. Megvan a kajálóhelyünk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy ilyen gyenge hely. Ez egy sportcentrum tulajdonképpen, itt keményen teniszeznek például többek között. És hát ami érdekes, hogy itt egyébként rendes étterem is van kajával mindennel, és akkor mutatok egy érdekességet, és én még ilyenről nem hallottam, vagy legalábbis nem találkoztam vele. Kérlek szépen, csapolt radler egy 20,5 literes, úgyhogy hát akkor megvan, hogy mit iszunk. Na nézzük, hogy milyen hely. Nem egy rossz hely, ez jól látszik. Hoppa. Szétnézek már, hogy itt vagyok. Nem egy rossz hely, azt kell, hogy mondjam. Ott figyel a vadkutyú. Látszik, és egyébként a többi is van. Többi is van, itt csak helyi kóla, meg a többi. Hát ötös kafén nem adok, mert szappan nincs, viszont meleg vízad van, és törülköző is. Az előbb látott helyi kóla egyébként a kofólának egy ilyen silányabb változata. Jövök, mert megmelegszik a sör. Mutatom a kaját. Otthonról hoztam hazai egy nagy sajtos tangli. Egyébként egy jó tanács, nem tudom mennyire hallatszik be, szóval egy jó tanács, aki Szlovákiába jön, hogy pékárút, azt mindenképpen otthonról hozzon.
hogyha jellemezni szeretném, mondjuk, hogyha a kenyereket összehasonlítanám, mondjuk egy ilyen skálán, akkor mondjuk körülbelül ide tenném a magyart, úgy körülbelül, és most egyébként nem a kenyeret, mint fogalmat fumigálom, hanem csak minőség összehasonlítást teszek, szóval magyar pékáru itt, az olaszhoz körülbelül itt van, amiről már tudjuk, hogy azzal verekedni lehet, és akkor körülbelül mondjuk nagyjából itt van a békasegge, ugye tudjuk, hogy az alatt már csak a barátok közt van, de az amúgy is a legalja, és akkor körülbelül ennyire tenném a szlovákot. Tehát csak azért mondom, hogy ezzel jó, hogyha mindenki tisztában van. Most pedig akkor következik a lőtteszt, kóstolom ezt a csapolt vadlert, még életemben nem ittam csapoltat, úgyhogy ideje megkóstolni. Ez eszméletlen jó. Eszméletlen jó, hát túl sok szesztartalma nincs, de nem is föltétlenül kell lenni. És egyébként még egy információ, hogy Zlati Bazant, azaz aranyfácán. Na most az a helyzet, hogy a ház ajándéka. Megtudták, hogy magyarok vagyunk, és ennek örömére kihozták ezt. István Pisti kóstolja. Hamuba sült pogácsa. Mindenesetre azért érdekes, szóval azért, hogy érdekes a hozzáállás. Az ember azt gondolna, hogy tepertős pogácsa. Aha. Hogyha megtudják, hogy magyarok vagyunk, és akkor hát érdekes, minden esetre érdekes. Kellemes meglepetés. Kicsit hangos az a zene, de még mindig jobb, mint a szlovák lenne. Isteni ez a pogi, főleg ezzel az éhhagymával. Nem tudom, valami különleges ilyen kapor, vagy mi lehet benne. Nagyon jó. Na, ezzel végeztünk. Próbálom vizslatni, hogy mi volt ennek a helynek a neve. Pisti, te nem tudod? Mi volt ennek a helynek a neve? Csak azért, mert ezt érdemes ott vanni. Tehát Pitliákova Krcsma. Krcsma, hát a krcsmát azt le tudjuk fordítani. Egy ilyen sportcentrumszerűség. Egyébként, hogyha valaki itt van a Jaklovcei kereszteződésbe, akkor ott már ezt a táblát elég jól lehet látni. Ezt most csak tényleg azért reklámozom annyira, mert egyrészt nagyon normálisak voltak, másrészt pedig hát ez a csapolt Radler, ez nagyon kiütötte a biztosítékot nálam, legalábbis pozitív értelemben. Itt a kúria. Mondjuk látszik, hogy éppen forgalommal szembe megyek, de az igazság, hogy nem akarok fölmenni a hegyre, aztán meg újra le, hanem inkább átsúnyog itt a benzinkúton, itt a forgalommal. Nem teljesen szabályos, de mindegy. Az előbb az a megpukkant épület, amit az előbb mutattam, az akart volna lenni a Jekkelfalusi kúria, ugyanis, ha nem mondtam volna, még ez a Jaklovce, ez Jekkelfalu. És hát a jekkelfalusiak voltak a család, az, aki itt a környéket bitorolták, és ők nevezték el magát a falut is. Hát ugye, kiről másról, hanem saját magukról. Begurultunk már ide a hídra. Azt mondja, hogy nem a következő attrakciót, ami nem más, mint a Hinyec tó. Itt egyébként ez tulajdonképpen egy duzzasztás, tehát itt folyik a Hinyec abból az irányból, és ebbe az irányba megy bele. Tulajdonképpen itt van egy összefolyás, de erről majd később. Most az a terv, hogy ott egyébként kiszélesedik, hogy mi ebben az irányban itt megpróbálunk ott valahol elmenni, és akkor ott arra el. Tehát ez a terv. Az előbb itt egy ilyen Arafat kinézetű nyuggertől próbáltam helyreigazítást kérni. Hát szerintem az égvilágon semmit nem értett abból, amit én kérdeztem. Én meg mondjuk szintúgy nem értettem semmit abból, amit ő válaszolt. Hát minden esetre örömmel konstatáltuk a tényeket, és aztán elégetetten távoztunk a helyszínről. Hát igazi lápi világ, de valahogy csak be kellene oda jutni. Vezet valóva az út? Horthy ideje alatt a gazdasági élet pangott, nehéz ekével szántják a pongyolapigy pangot. Énként tényleg úgy tűnik, mintha ültető lenne a pongyolapigy pang. Igaz, hogy ez már a fúvókás változat, de amikor sárga volt, akkor biztos szépen nézett ki. Az igazság, hogy már követhetett le, hogy merre megyünk. De úgy látom, hogy az út az át fog vinni most a vasút alatt. És igen, és akkor így jutunk a tóba. Sikerült egy lejáratot találnunk a tóhoz, és na szóval ez a Hinyec tó, vagy Gölnici tó. Na most jön a találós kérdés. Ott bejön egy folyó, és utána a kettő itt összefolyik, és arra megy tovább. Uh-huh. A következő a kérdés. Hogy hívják azt a folyót? Annyit elárulok, hogy a szlovák neve Hornád. És a magyarhoz képest csak egy betű az eltérés. Pisti?
Ó, szerintem a hírnád. A hírnád? Hát ezt már majdnem elfogadom. Na akkor egy rövid pásztát, tehát még egyszer mondom, ugye ez a Gölnitz tározó, de valójában ez egy duzzasztott tó, de a duzzasztást azt a Hernádon csinálták, ami ugye onnan folyik be, és erre megy vissza. Most itt van egy ilyen, majd a térképen lehet, hogy megmutatom, egy ilyen 17 kilométer hosszú duzzasztott tó, itt kering, nagyon vadregényes helyen. De figyelj már Pisti, ez valami csőnek a hídja itt? Nézd csak! Úgy látom. Igen. Igen, és akkor mellette van a vasúti híd. Uh-huh. Na, azt akarom csak mondani, még egy dolgot, hogy ott szembe, ott található Margitfalva, Márszegány, azt hiszem talán így van szlovákul, és ott pedig a templom. A templom azért van külön egyébként a falutól, ugyanis mikor duzzasztották a tavat, akkor a falut néhány száz méterrel odébb kellett tenni a Hernád túlpartjára, ugyanis valahol itt volt. És a templom meg a temető, ami magasabban volt, mint a vízszint, az maradt csak meg. Tehát a régi falu, Szent Margit tulajdonképpen, az már nem létezik így ebben a formában. Egyébként abban megegyeztünk, hogy nagyon vadregényes a hely. És akkor még egy adalék információ, hogy én tavaly előtt voltam itt, és olyan szinten nem volt víz, hogy ez, amit itt látunk, ez teljesen ki volt száradva. Egyébként, hogyha valaki ott a templom mellett elmegy befelé arra a völgyön, a Hernád folyásán felfelé, akkor az korompára jut, illetve ki lehet jutni a Szepesség. Bebakadtam ide a híd pillérhez, és itt látszik, hogy Ruzsintó, hogy gyakorlatilag, ahogy az első kanyar látszik, ahogy megy tovább, ez tulajdonképpen a Hernádnak már a fő ága. Na itt már jól látszik, hogy a különböző turizmusra van épülve az egész terület, érdemes megnézni, hogy itt miért már akár fürdeni is lehetne a tóban, ott például vannak stégek. Sajnos mi most az idő hiánya miatt ezt nem teszünk meg, pedig én egyébként, hogyha vizet látok, akkor azonnal beszoktam menni. Ott van szembe például az ugrósánc. Ez oldal sem rossz. Ott jön szembe a vonat másik oldalon. Végigmegy a vonat. Nagyon egy fantasztikusan szép hely. Főleg a másik oldal. És akkor mondok még egy érdekességet. Itt van a másik oldalon Szlovákia legnagyobb villamosított alagútja, 3711 méter, a Bujanovszki alagút. Itt találtam az előbb két embert, akik egész jól beszéltek angolul, és felvilágosítottak róla, hogy ezen az oldalon körülbelül még egy olyan 6 kilométer tudnánk menni, utána vége, az út belemegy a vízbe. Másik oldal viszont végig megy, tehát hát azt hiszem, az majd egy következő túra alkalmával lesz betervezve. Mindenesetre ez mindenképpen olyan, ahova még érdemes visszajönni. Újra itt vagyunk a főúton. Most Kassa lesz az irány. Tehát nem jobbra, hanem ebben az esetben balra. Mutatok egy érdekességet, ott szembe fel, ott látszanak, szerintem, a dob oldalba a napelemek. Na most István Pisti, mint ugye émászguru, itt rögtön előadást tartott nekem arról, hogy ez a szlovák napelem program ez hogy becsődölt. Mert ugye néhány évvel ezelőtt befirolták a sok szlovákot, hogy majd átveszik tőlük, ki tudom én hány évre garantálva a megtermelt áramot, és ezt sokan úgy gondolták, hogy hát akkor jobb, mint hogyha búzát vetnének, és betelepítette mindenki. Igen, ám csak, hogy rájöttek, hogy ez egy óriási ráfizetés, mint hogy tulajdonképpen nálunk is nagy ráfizetés a megújuló energia, most tetszik, nem tetszik. Úgyhogy most erre a szlovák kormány visszavonta az egészet. Úgyhogy az egy dolog, hogy mondjuk nem épül már több, de hogy most mi van azokkal, akik meg már megcsinálták? Ez jó kérdés. És ráadásul ez még azért is gáz, mert én meg egy másik forrásból meg azt hallottam, hogy a bankok is ebbe fektették itt a szlovákoknál a pénzüket, és hát ennek fényében meg elég érdekes a helyzet. Az előbb csörgött itt a telefon a táskámban, de hát ilyenkor nem veszem fel, mert nem vagyok otthon. Pisti, meséltem már, mikor apám felhívta magát? Telefonon? Hogy volt az? Na, az úgy volt, hogy ő otthon nagy nyugodtan akar telefonálni a mobiltelefonjával. Igen, ám csak, hogy elrontotta a gyorshívó gombot, és saját az otthoni vezetékes számot hívta fel, ami ott volt mellette 10 centire. Hát ugye persze fel is vette, a mobilt meg nem kapcsolta ki, és hát ugye behallatszott, amit beszél. De mivel a tornyok ugye időeltolódásban vannak, ezért hát saját magával beszélt. De nem jöttem rá. És akkor, mikor megyek haza, akkor mondja, hogy képzeld el, hogy valami hülye meg felhívott, és hát azt mondja, ő még ilyen idiótát életében nem látott, hogy állandóan csak azt ismételgette, amit ő mond.
Na, hát persze ugye erre rá kellett jönni, hogy ez így volt, mert ugye ő nem jött rá. Felküzdöttük magunkat 400 méterre, folyamatosan emelkedik. Következik Velki Folkmár. Van magyar neve, Nagy Solymár, de szerintem magyart, azt még úgy nagyítóval se igazán érdemes keresni, sőt, hogyha valaki kirakati példányt szeretne találni, legalább egy darabot, hát azt se talál. De nehogy azt gondolja bárki, hogy azért, mert elszlovákosították a falut, nem. Ez is csongszlovák falu volt már az idők végezete óta, sőt, ez általánosságban elmondható itt a környéken szinte mindegyikről. Úgyhogy csak a nacionalistáknak üzenem, akik azt gondolják, hogy egész félvidék színmagyar volt, hogy azért ez korán sem volt ám így. Sajnos, nem szívesen keserítem el István Pistit, de hogyha valaki elsöndít itt a ház mellett, akkor látja, hogy bizony óriási emelkedő következik, és óriási hegyek. A falu egyébként ott a völgyön is megy tovább, mi pedig akkor ugrunk neki az emelkedőnek. Mihez tartásképpen mondom, hogy már 80 kilométert jöttünk eddig, és még igencsak nem látszik ám a mai túra vége. Itt, hogyha tovább mennénk egyenesen, akkor a Kojszov völgyén el lehetne jutni Kojszovba. Hát ugye erről a falulról már, aki jobban figyelt, az már délelőtt hallhatott, sőt meg is mutattam, és most egy nagy titkot árulok el, még majd újra fogjuk látni. De először irány a Solymárhágó. Egyébként az irány már jó, csak még azért lesz egy-két oldalhúrok. Kicsit bejövök ide a belső részre, mutatom Folkmárnak a felső, a völgyön felnyúló részét. És hát az látszik, hogy gyönyörű szép a környék, és mi pedig szépen mászunk. Pistinek éppen most mutattam, hogy hol kell majd felmenni, megpróbálok rá közelíteni, és így csak megnézni. Talán látszik. Úgyhogy hát nagy szívás lesz. Ettől nagyobb szívás szerintem már csak az, mikor a diákok a szeptember 1-én dolgozatot írattak. Egy felhő nincs az égen. Azért még egyszer mondom, ilyen időt kifogni, olyan néhány nap úgy ezen a környéken. Még tudom, hogy sokszor mondom ezt, de ez inkább az dicsér, hogy milyen jól el tudjuk találni a jó időt. Újabb jobbos. A változatosság kedvére már ki tudja, hogy hanyadik. Emelkedési szög azért szerintem jól látszik. Már nem sok kell, ugye amit lentről láttunk, de szépen fent vagyunk. Ebben a másodpercben felértünk a Solymári hágóra, egyébként 5.60-at mutat az óra, és akkor most itt Pisti mondta, hogy már össze van egy picit zavarodva, úgyhogy nagyjából megpróbálom neki megmutogatni a térképen, hogy eddig hol voltunk. Ugye Gölnitz bányáig még mindenki emlékszik, akkor lejöttünk ide Jekelfalva, itt volt a kaja, és akkor bejöttünk itt a tározó mellett, ennek ez oldalán valameddig, de aztán mivel itt megszűnik az út, csak a másik oldalon megy, ezért visszajöttünk. Itt feljöttünk Velki Folkmár, ugye Nagy Solymár, itt volt ez a Szerpentin út, és most ilyen pillanatban a Folkmárszkészedlón vagyunk, a Solymári hágón, itt 5.42-nek mutatja, hát egy picit. És akkor most lesz a hurok, innen, ezen a turista úton bejövünk a Folkmárszkészkálán, ami a Folkmár kő, a Nagy Solymár kő, 9.14-jel is. Hát ez így fog kinézni. Hát szóval nem lesz egy egyszerű eset, hogyha kiszámoljuk, akkor rögtön néhány száz méter szintkülönbség van. Egyébként ez turista út is egyben, és lesz egy olyan szakasz, ahol muszáj lesz majd gyalog menni, mert az már olyan meredek, de a kilátásért mindenképpen megéri. Pisti az előbb megszólalt, hogy tehát ide behajtani tilos. Erre csak annyit mondtam, hogy hát mikor volt az akadály. Akkor egy rövid pillantás, ahonnan jöttünk, innen egészen jó a kilátás, tehát alattunk Velki Folkmár. Ott egészen hátul pedig látszanak Jekkelfalva tornyai, és körbe pedig a nagy hegyek. Egyébként egész ott hátul az már Branyiszkói hegylánc. Hát ez a táj innen így már tulajdonképpen szinte teljesen az Alpokat idézi, nem Pisti? Nézd meg azt a szerpentin utat, ahol följöttünk. Fantasztikus, ahogy kinéz. Meg maga, ahogy ez a Nagy Solymár, most már jól látszik a Solymári tó is ott a háttérben. Ahova ugye nem mentünk be, mert ugye minden nem fér be. De az is elég jól látszik, hogy milyen kemény ez az emelkedő itt. Ilyen pillanatban túl vagyunk egy 15%-os szakaszon. Hát István Pisti éppen most fejtegeti, hogy mi történt Ausztriába? Hát ott volt egy ilyen szakasz,
4 km 15%-os, az osztrákok megtapoltak. Igen? Na, nem semmi. Mert az emelkedő alján kiröjöttek. Jaj, hogy nem feltételezték, hogy fölmész, igen, mi? És aztán lenyomtuk őket a kicsiabbik fiammal. Az igen. Szép. Közben mutatom, hogy jobbra fokozódik a kilátás. Most már egyébként nem azt látjuk, amit az előbb, közben befordultunk a völgyön, tehát ez már a Kojszói völgy, ami mellettünk van. Még mielőtt újra beszarok, mert ugye megint jön a 15%-os, megmutatom, hogy mi a program, tehát jobbra, végig a gerincen, ott a puknak a másik oldala. Az a cél. Síri csönd van. Senki nincs erre. Madárcsicsergés van. Egyébként nem tudom miért, szóval amikor ilyen szituáció van, akkor mindig medvés gondolataim támadnak. 6.85 jelen pillanatban az út hol nagyon durva, hol meg megy visszafelé, mint például itt is. Egy rövid pihé, de Pisti nem fogy a hegy. Majd lesz valami. Fogy, az csak lassan. Aha. Egyébként ezt az utat, ezt bányászok útjának is nevezik. Látszik, hogy elég jól meg van csinálva, már most már ugye a bányászok nem használják. Volt egy, itt errefelé egy-két bánya, most nyilván már csak az erdőgazdaság használja. Járható, csak némely szakaszon nagyon durva. Végig turista út, és egyben tanösvény is. Vannak ismertető táblák is, mint ahogy az ábra mutatja. Na most az a helyzet, hogy itt ezen a ponton gondolkoznom kell, amit meg nem nagyon szeretek. Sőt, apám szerint nem is nagyon tudok. Ugye lehetne arra menni, de az biztos nem, erre se. És akkor most ugrod be, hogy nagy átverés ám, mert ez sunyin van megcsinálva, itt még rafináltan a tábla is kidőlt, hogy ott, a bokor alatt, ott megy föl az út. Hát, innen aztán már, nem tudom, nagyon bozótosnak tűnik. Ott is van valamiféle emlékmű. Azt akarom csak mutatni, hogy bizony, hát erre felé azért túl sokan nem járnak. Hát valószínűleg azért, mert itt kellett volna feljönnünk, nézd csak. Na hát igen, van ilyen. De a lényeg az, hogy az irány jó. Ezen oldalon is van, most már bal oldalon is van szakadék. Ez egyfajta gerincút, egy ilyen pillér. A két oldali szakadék között itt át fogunk menni. Igazi bozótrallinak néz ki. De viszont rendkívül szórakoztatónak is egyben. Persze csak annak, aki szereti a vadregényes dolgokat. És ahogy István Pristi frappánsos meg is jegyezte, tehát akkor nekünk. Sárga turistajelzés. Most egyébként szépen araszunk lefelé, ami ugye nem túl jó ebből a szempontból. Egyébként itt valahol megejtünk majd egy bringa eldugós trükköt, és a végére már semmi értelme nincsen felmászni, és ha jól rémlik, akkor azt valahol itt tettük meg annak idején, igen, ez a rész az. Na, mit csinálsz már? Na, lepattintottam. Na, hát itt meglapul a bringa, egyébként hát itt erre csak a szurdok van, úgyhogy itt a kulcs, most már abban reménykedj, hogy ez nehogy eltűnjön a zavarba, mert akkor aztán végig, akkor mehetünk kassáig. Összekötözött kerékkel. Mutatom, hogyha lehajolok, akkor ugye itt már lehet látni, hogy az útról, a turista útról nem látni be. Itt a mikor bászolunk a kullancsosba. És akkor innen körülbelül még mennyi van, Pisti? 100 méter szint. 100 méter szint, aha. Na akkor gyerünk. Itt látszik, hogy innentől már milyen a talaj. Én emlékszem, hogy 2008-ban bepróbálkoztunk vele. Ráadásul ez már másodosztályú fokozottan védett természetvédelmi terület, úgyhogy itt már nem valószínű, hogy nagyon megtűnik a bringát. És már Pisi éppen azon problémázik, hogy hova hoztam én 90 km után mi, főleg ilyen jó kis SPD cipőbe. Kegyetlen meredek. Jövünk ki az alpesi rétre, ami egyébként már a sziklának a teteje. Be, hogy tárul fel már a kilátás. Pistitől kérdezem, hogy egy részidő jelentést kérnénk az összinttel kapcsolatban a GPS-től. 1950. Hát fasza, nem rossz. Nem hiszem el, hogy mi van itt. Ez valami hihetetlen. Te Pisti, hogy jött ez fel ide? Hát te mit született? Itt született. Aha.
Nem szokott az ilyen támadni, igaz? Elég öreg, már nagy összetállat, csak elég bölcsön. Hát, na igen. Na, közben akkor kocogok lefelé, és akkor... Hát szóval elég ütős a látvány, nem Pisti? Tehát azért megérte ez a killódás. Na, akkor majd most kimegyünk oda a sziklára. Sárga turistajelzés egyébként, ha valaki úgy gondolja, hogy följön. Na, akkor mit is látunk? Tehát ezt hívják, hogy nagy sólymárkő, és hát aki bátrabb, lehet, hogy én majd oda bátorkodok, és megpróbálom le filmezni onnan lefelé. Gyakorlatilag itt ez függőlegesen van, ugye 914, a falu pedig 470 valamennyi van, tehát közel, hát nem tudom pontosan, azért az 914-en vagyunk, vagy többen? Na mindegy, csak annyit akartam mondani, hogy itt bizony közel 500 méter szint különbség van. És akkor még egy adalék, ami nem is adalék igazándiból, hanem a tény, megpróbálok ráközelíteni arra, ott. Biztos látja mindenki a csúcson, nos, az a Kojszovská hóla, az a Kojszói hegy, és körülbelül, hát cirka 6 órával ezelőtt néztünk onnan, ide. És azzal fenyegetőztem, hogy ide bizony mi még délután feljövünk, nos hát, megtettük. Azért az erge meg a kecske biztos, hogy könnyebben tud itt azért mozogni. De Pisti, azért lehet, hogy ezt a videófelvételt az asszonynak nem kéne megmutatni, nem? Alattad, hát most ahol éppen állsz, gyakorlatilag alattad 500 méter. De így majdnem, hogy függőleges. Hát akkor azért úgy, na jó, jó, de azért akkor is kikacsázok én is. Nekem még fém a talpacipőm. Hát igen, ne olyan csúszkáljál. Nos, tehát ez látszik alattunk. A kamera nyilván nem adja vissza az egészet. Körbe mindenhol összefüggő vadon a Kojszói havasok. Hát ugye erről beszéltünk, és akkor itt van, itt található alattunk Kojszov, azaz Kojszó. Ez egy rutén falu, és hát itt is értbányászat volt a fő foglalatosság. Hát most az utóbbi időben már nyilván nem igazán az. Egyébként ez egy zsákfalu, és a Kojszó patak völgye ott folyik végig. Csak nem utánunk jött. Vigyázz, mert lehet, hogy tényleg azt akarja. Figyelj csak, te ilyen harapós fajta vagy? Remélem, hogy nem. Akkor következik az északi oldal. Haverkodni akar, igen, jön utánunk. Na, hát azért innen is van kilátás. Ez egyébként gyakorlatilag az a rész, ahol ugye, ahonnan ugye följöttünk. Kihősködök ide, megint a szélére, a peremre. Íme. Tehát ebbe az irányba ez látszik. Itt a fák mellett. Ez az a baj, hogy remeg a lábam. Itt van Velkifolk már, a háttérben az pedig Margit falva, Margeszálni, előtte pedig a Gölnic-tó, a felső nyúlványa tulajdonképpen. Vapenka kőbánya, amiről beszéltünk, és háttérben pedig már a Branyiszkói hegyek találhatók. És egészen messze pedig, ott a félhomályban, ott a Tátra. Még egyszer akkor a falu, mert lassan kimerül az aksi, és itt látszik, hogy bizony függőleges szik a fal végig. Ezt a kifejezést, hogy ez az egész táj olyan kárpátokos, én már használtam Erdélybe, de erre is tökéletesen ráillik. És a háttérben pedig az a gerinc, az pedig nem más, mint a szlovák parancsom, a szlovenszki ráj. Parancsolj! Na, hát igen. Nem pont erre az irányra gondoltam, de hát mi viszont indulunk. Indulunk, ugyanis nekünk most már menni kell. Pisti, nem tudom, hallottad-e, hogy a nemzetmentő kormányunk azt találta ki, hogy kötelező lesz a meditáció délutánonként. Mi a véleményed? Ez megfelelő, ez a hely? Szerintem jó. Csak az már... igazság, hogy a kecske megzaklat, mi? Nem ja. Lesz az igazinak, ott a halad. Egyébként én eddig is meditáltam, csak én döglésnek hívtam. De van ám jobb is. Azt is kitalálták, hogy párt is választanak nekünk. Úgyhogy, Pisti, vége lesz a közös túrázgatásoknak, mert most már az állami jelöli ki, hogy kijön velem bringázni. Közben itt már szinte beszarunk lefelé olyan meredek. Elkezdtük sajnálni ezt a szerencsétlen kecskét, hogy az még egy dolog, hogy itt elkajál, mert azért a fű az van rendesen, tehát ezzel nincs probléma. De mit iszik?
Bár mondjuk Pisti szerint le tud menni. Hát mondjuk szerintem is, csak mondjuk azért lejárkálni minden nap mondjuk 500 méter szint különbséget, azért még kecskének se egyszerű. Na, az igazság, hogy már a seggemet úgy szétültem ezen az ülésen, hogy azon gondolkozok, hogy lassan most már át kéne ülni az anyós ülésre. Viszont nagyon észnék kell lenni, mert olyan bakhát van, hogy úgy kell figyelni, mint egy őrszolgától lévő szurikátának, hogy nehogy hirtelen aztán dobjak itt egy oldalast. Közben egy újabb kilátás, most a változatosság kedvéért balra. Azért azt nem árt, hogyha mindenki tudja, hogy aki ide jön, az egy komplett péggarnitúrát el fog használni, le fog koptatni, mint ahogy úgy néz ki, hogy mi is. Itt vagyunk a Forstmarska Szedlón, és akkor egy rejtett forrás, az autósok nagy része persze nem is tudja, hogy itt van a hágón egy jó kis vízvételezési hely, de ugye természetesen mi tudjuk, és ez a fontos. Hát ezt a vizet most egy aranyörögért nem adnám. Látnivaló hátán, egyébként csak mutatom, hogy ennyit jöttünk onnan, és már tessék, íme a másik oldal. Ez pedig nem más, mint a Ruzsintó, tehát a Hernád duzzasztása, körülbelül egy olyan 12 kilométerrel lejjebb, íme, ugye, ott fordul különben a hegyen, de ezen az ágon is van, csak mondom, és utána pedig abba az irányba, az az Opátkai felső ág, de egyébként innen abba az irányba folyik, és a gát az pedig ott van valahol ott a szikla tövébe. És még egy érdekességet mutatok, az pedig nem más, mint a környék nagy, legnagyobb attrakciója, az pedig a Schliwez, ott van 790 méter magas. Gyönyörű szép egyébként ez az alpesi mező. Na de most már irány. Na akkor most fölváltok, és akkor ugye itt látszik a hágó csík, és akkor innen most már megállás nélkül húzok lefelé. 5.46-on vagyunk, és itt lesz körülbelül kb. Egy olyan, hát, mit mondjak, egy olyan 6 kilométer múlás, és mivel ez főút, egész jó minőségű aszfalton, úgyhogy meg lehet ereszteni. Megmondom őszintén, hogy már a sok terep, meg a kemény szintek után most már azért úgy jól esik egy kis pihi. Itt van a közismertebb forrása a Grigorjev. Az autósok ugye inkább ezt ismerik, mert ugye ez látszik a másikhoz képest, pedig ez sokkal többször van kiszáradva, mint a másik. Egyébként a kettő között összesen lehet egy olyan fél kilométer. Egyébként csak mutatom, hogyha valaki szép kilátást akar mondani, akkor az itt menjen föl, és a Gerinc úton le lehet menni az Opátka völgyébe. És fantasztikus kilátás van. Egyébként most már lehetett látni, hogy 12% következik lefelé, úgyhogy itt most megküldjük. Egyébként most egészen a Hernád hídig gurulunk, ez a konkrétan ugye az Opátka összefolyása a Hernáddal, és hogyha valaki a Forstmarska Szedlóról abba az irányba akar lemenni, akkor a gerincen lejuthat. Hát ugye most konkrétan arról beszélek, ahol a kecske van, ja, ha nem erre jön le, amerre mi, hanem ott van egy másik út a sziklagerincen, akkor lejuthat a hídhoz. Hát ugye ne beszéljünk előre, mert még a legtöbben azt se tudják, hogy hol van ez a híd. Hegyek, völgyek között zakatol a bringa, én a legszebb lányok közül téged választ, Inga. Hát ez már majdnem rimmelt. Ugye a fő probléma az, hogy ugye az a kassai főút, és hát bizony ilyenkor pünkös végén már igencsak van forgalom. Azért nem tudom, figyelje már mindenki, hogy azért a hangom egész jól alakul. A Grave Diggerbe már beférnék szóló énekesnek. Azért hát az autósok nem sokkal gyorsabbak, mint mi. Már több mint 200 métert jöttünk szintben, átlagban a 40 és 50 között. Az út minőségével természetesen semmi baj nincs, ugye nem Magyarországon vagyunk. Ha valaki megnézi a mátrai túránkat, hogy ott milyen utak voltak, hát bizony le fog pusztulni. Jajajajaj, ezt azért nem kéne. Egyébként ez a Solymári hágó, ez tulajdonképpen levágja a Hernádnak a kacskaringó szurdokát, és csak annyi, hogy mondjuk a főutat át kellett vezetni, mert a Hernádot a földúzatották, akkor azóta utat nem lehet vezetni a völgyben. És 350-en érkezünk az aljába, azaz az Opátkai hídhoz. Itt aztán lesz kilátás, úgyhogy meg is állunk egy pillanat. Na akkor
mutatom ezt az ágat először. A folyó az abba az irányba folyik. Egyébként ez elég furcsa, mert hogyha égtájak szerint nézzük, akkor pont fordítva kéne. De persze lehet, hogy ezt így most kamerán keresztül senki nem tudja normálisan megítélni. Egyébként nem logikus, de a tény, hogy így van. Ott látszik, hogy azért egész magas szintig fel tud ez jönni. Egyébként pontosan itt a híd alatt folyik össze az Opátkai ág a Béla patakkal, és rögtön meg is mutatom. Tehát a Béla patak a szemközti, és az Opátkai oldal az pedig innen jön be, az Opátka völgyén. És itt most mi majd át fogunk menni itt a hídon, és akkor abban az irányba megyünk majd Kassa felé, és akkor még ezen a hegyen, ami itt előttük látszik, ezen még át kell mászni. Hát 100 km után ez egész kellemes lesz, főleg úgy, hogy már 2000 méter fölött vagyunk szintben. De először is Pán Pistinek mutatom, hogy látod azt a sárga tornyú épületet? Nos, az egy panzió, egy étterem, úgyhogy én azt javaslom, hogy irány kocsmázni. Itt ülünk a kocsmába, kikértem a helykulát, tehát amit már délelőtt emlegettem, ez is ilyen kofolafélje löty. Imádom egyébként ezeket a pancsolt löttyöket. Lehetetlenség megállapítani, hogy mi van benne, de úgy a végén mindig összeáll egy ilyen jó kis katyfasszá. Úgyhogy úgy az esetek 50%-ában. Egyébként csak mondom, hogy Csernahóra az étteremnek a neve, és hát ez egy elit hely, mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a pancsolt lőtt, ez 2 euró volt. De hát nyilvánvalóan a kilátás, ami a hátam mögött van, azt azért meg kell fizetni. Úgyhogy mindenki nézhet most akkor hátrafelé, mint a nagyfajta nyúl. Na akkor most már nagy üzemben megyünk, ugyanis éppen néztem, hogy majdnem 6 óra van, és bizony még mindig hátra van egy hágó, és utána még a komplet kasson, tehát szóval van még a program, azt kell, hogy mondjam. Mert ugye ott az összefolyás, amit az előbb mutattam, és ez itt, ami alattam van, alattunk van, most ugye nincs lenyírva a fű, ez ilyen szabad strand akarna lenni. Most itt mi a Béla ágon megyünk fel, ez egy kis patak ez a Béla, és hát ugye vissza van duzzasztva azért ekkora nagy a völgy. És egy rossz fekvésű kis éttermecske, vagy ilyen büfé. Egyébként mindenhol panziók, kempingek, stb. Hát ugye Kassa közelsége miatt nagyjából egy 25 kilométerre van. Ez egy igen felkapott hely. Egyébként maga a tó tele van remek horgászhelyekkel. És 2005 óta is lehet benne fürdeni. Egyébként itt van a vége. Ha nem, mintha előtte nem fürdött volna bárki is. A teljes ruzsin tároló egyébként 17 km hosszú, ugye kanyarog a völgybe, ezt már mondtam. És van olyan része, ahol 50 méter mély, és nagyjából egy olyan 600 hektár lehet körülbelül a terület, amit felduzzasztottak. 1967-től 73-ig, de a teljes vízszint az 77-ben jött föl. Na hát, ez továbbra is a Béla völgye. Itt lent folyik a Béla. De azért senki ne arra a Bélára gondoljon, aki általában a kocsmába ül és néha hazamegy megverni a feleségét. A Béla, a Bela pontosabban, az a szlávban fehéret jelent. Kapaszkodósáv következik. Ez nem szokott jó hír lenni, mi Pisti? Aha. A Pisti éppen fitogtatja itt a memóriáját, hogy amikor legutoljára itt járt, abban az egyszeri alkalommal, amikor itt volt, akkor itt ezen a ponton evett banánt. És mekkora volt a banán, Pisti? 21,5-22 centi. Ja, jó. 388-on vagyunk, és hát nem valami bizalom kereszt ez az egyenes. Azért ez jól lát. Mennyi idő van még a tetőig? A tetőig? Hát figyelj csak így! Így sac per kb tudom csak megmondani. 47 perc, 32 másodperc. Megfelel? Jó. Mellettünk ez a kis falu, ez Kosicka Bela. Magyarul Kassai Béla. De magyart azért senki ne keressen. Egy darabot nem talál. Hihetetlen, hogy milyen nyílegyenes stráda van itt. Ahhoz képest, hogy mekkora hegyek vannak, a környéken 4 km óta nem volt kanyar. És hát látszik, hogy le, aztán fel, hát ez mondjuk a mi szempontunkból nem olyan kellemes. Ebben a pillanatban értük el a 100 km-t, és hát amint látszik, kénytelenek vagyunk 70-re csökkenteni a sebességet. Na, egy adaggal már feljebb vagyunk. Ez a Leszópark Kosice, amit itt látunk, azaz a Kassai Erdőpark.
És hát látszik, hogy erdő az van szépen. Megemlítem még, hogy a kassai állatkert, amit ugye itt léptennyomon ki van táblázva, az itt van, itt a hegy mögött. Úgyhogy elég nagy hely, jó nagy terület, és van az égvilágon minden, tehát érdemes kijönni. Itt szerpenténezünk már megint, egész komoly szinten, lehet itt egy picit ki lehet látni. Ezen a völgyön jöttünk fel, itt volt egy nagy balkanyar, ott látszik lent az út, és hát már nagyon remélem, hogy 200. Nagyon helyes. Már most döglök. Ebben a pillanatban felértünk a hágóra, ott van egy ismertető tábla, azt mondja, hogy hát, hogy ez milyen nyelven van, azt nem tudom, de nem tartom valószínűleg, hogy szlovákul. És akkor innentől pedig megyünk lefelé. Egyébként a hágó 556-on volt, és látszik, hogy itt bizony 6 kilométeren keresztül gurulás következik, kint volt az őzugró is. Látszólag egyébként ez az 556, ez nem egy magasság, de azért azt ne felejtsük el, hogy Kassa az 195-ön van, és bizony odáig még lesz mit gurulni. Igazi fő probléma az az, ugye látszik a tükörbe is, hogy egymás hegyi hátán az autók, és ráadásul a befelé menő forgalom a nagy, mert ugye este van. Pisti, ne haragudj meg, de nagyon gyötrelmes az a színészi teljesítmény, amit ma nyújtottál, hogy kénytelen vagyok a gázsidat csökkenteni 10%-kal. És megmondom, hogy miért. Azért, mert az utóbbi időben extra profitra tettél szert. És ráadásul még kiviszed az országból. Mint ahogy láttuk, hogy itt költötted el. Így van. De ez felháborító. Látszik, hogy milyen fantasztikus az út itt végig. Csak hát nem kéne ez a nagy forgalom. Nagyjából egy olyan 3-4% egyébként a lejtő. Hát vannak azért úthibák. Ha visszafordítom, bezzeg új aszfalt. Nem, sajnos csak idáig. Itt kezdődik a látványos szerpentinezés. Egyre húzósabbak ezek az eskanyarok. Itt a mögöttünk levő autó már előzni se nagyon mer. Innentől meg már aztán előzni tilos. Egyébként itt jön be a kapaszkodósáv. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy micsoda lehető fog most következni. Az előbb kirontott itt az egyik iparteleplő egy ilyen ártatlannak tűnő kutya, de aztán szerencsére hamar visszahőkölt. Persze azért azt nem árt tudni, hogy a látszat néha csal. Nekem is volt egy ismerősöm, akinek ilyen szintén ilyen aranyos pofikájú kutyája volt, és hát az utcabeliek azok rendszeresen próbálták meg megsimogatni. Aki benyújt a kerítésen, azonnal lyukasztott. Úgyhogy kis idő elteltével már kalauznak hívták a kutyát a helybeliek. Aztán mikor már szinte a környéken mindenki bekötött kézzel járkált, akkor aztán végül eltirhították. Biztos látszik, hogy az út az valami fantasztikus lefelé. És egészen keményen lejt, olyan 6%-on. Lehet rendesen szépen lefelé menni. Egyébként már szaporodnak a bringások is, ahogy közeledünk Kassa felé. És egész kultúráltak, azt kell, hogy mondjam, tehát mindegyik normálisan köszön. Hát én is próbálok visszabologatni, akinek lehet. Persze, ha nem felejtem el és nem bambulok el. Ilyen sajnos nálam előfordul, főleg, hogyha béta verzióban kelek fel reggel. De hát azért minden esetre próbálok igyekezni. 365-ön vagyunk, és még mindig egészen durván lejt. Hát, minden esetre most figyelni kell, mert ez akár még baleset is lehet. Bizony, balhé van. Valaki úgy látszik sportot. Nem semmi, most próbálják meg felrakni. Hát azért nem semmi. Próbálok rájönni, hogy mi lehetett ez, hoppá. Itt van a felfestett rész. Hoppá, frontális ott ki. Hát igen. Nem egy egyszerű út ez, azért ezt meg kell hagyni. Most viszont olyan karaván tolódott fel mögöttünk, hogy ezeket el kéne engedni. Na most kitrükköztük a helyzetet, ugyanis elengedtük az egész karavánt. Most a rendőrök valószínűleg, amíg a másik szembe jövő forgalmat elengedik, addig megfogják fentről a forgalmat. Úgyhogy ha minden igaz, akkor most szabad pályánk lesz lefelé. Visszatérve még a balesetre, szóval azért hülyék mindenhol vannak. Tehát egyértelmű, hogy a kapaszkodósában vágtázott fel az ökör a sportkocsival, és persze a határokat pedzegette, és nyilvánvalóan ugye előbb-utóbb elérte a saját határát, tehát
átsordodott, és akkor püf! Na hát, egy ideig most biztos nem kísérletezget. Hello! Egyébként irigylem a kassai bringásokat, mert azért ez egy igen jó hely. Ugye fekvésügyileg akármerre nézel, mindenhol hatalmas hegyek, körbe, hatalmas hegykoszorúk, bármerre, biztos, hogy nagyon sok jó monti terep is van, és ha mégis akadna egy-két ökör, aki esetleg úgy gondolja, hogy a laposra akar menni, akkor délfelé még az is van a Hernád völgyén. Idáig tartott a Szerpentin, és most pedig érünk le a Csermely-patak völgyébe. Íme. De mitől is érdekes ez, ugye? Itt ebben a másodpercben megyünk át a vasúton. Ugyanis ide jön föl a kassai kisvasút. Tehát itt megy alattunk ez a keskeny nyomtávú kisvasút, ott ahol az előbb átjöttünk, az volt a végállomása, Alpinka állomás, és akkor a vasútkedvelőknek is néhány információt. 4,3 km hosszú a teljes pályaszakasz, 6 kitérője van, és 1956-ban, amikor ez az úttörő vasútépítő láz volt, akkor készített, akkor épült az egész. De természetesen most már nem úttörő vasútnak hívják, de még most is funkcionál. Érdemes még megemlíteni, hogy nagyon olcsó a jegy, 2010-ben még csak 1 euró volt egy menet. És ami nagyon fontos, hogy van egy Matuzsálem csühösük is, ami elég gyakran fitoktatja a tudását, ugye főleg hétvégeken és ünnepnapokon, és ugye tudjuk, hogy ma pünkös van, úgyhogy akár még lehet, hogy szerencsénk is lehet. A Csermely-patak völgye egyébként ilyen mély szurdok, gyakorlatilag patak, vasút, út kombináció, és gyakorlatilag semmi más. Hát ennyi fér el, de hát ugye láttunk már hasonlót, többek között például az Alpokban szinte csak ilyen van. Furcsa módon nem vágtázik most senki, úgy visszavettek a sebességből, vajon miért lehetett? Lehet, hogy egy kicsit elgondolkoztak ott a balesetnél? Na igen. Na, itt van a kassai végállomás, és érdemes megnézni magát a vonatot, azt mondja, hogy itt egy kis miniatűr gőzös, és akkor ott áll bent a Matuzsálem csühös, amiről ugye beszéltünk, és hát korabeliek egyébként még a vasúti kocsik is, és hát itt a zöld, itt a piros mozdony. Még egyszer mondom, az 50-es évek hangulatát idézi. És nem csak a hangulatát, hanem ezeket akkor gyártották. Közben egyébként észrevétlenül csurgunk be Kassára, az északnyugati irányból. Egyébként, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor erről a főútról ki leszünk tiltva. Legalábbis valami ilyesmi rémlik, és hogy visz itt majd valami bicikliút, igen, már ott van lent. Most eltévesztettük, de muszáj lesz lemenni, mert itt aztán már esetleg lehetnek problémák. De Pisti, le kell menni a Bringa útra! Le kell menni a Bringa útra valahol! Itt van a Csermely-patak. Hát a Bringa utat sajnos ilyen díszkőből csinálták, ami hát nem túl kellemes. Főleg, hogyha belegondolunk, hogy azért Kassán végig kell menni, ez meg nem egy ilyen miniatűr hely, ugye ezt már reggel mondtam. Itt akár még 114 kilométernél járunk, ebből akár még 15-20 kilométer is lehet. Lejöttem, muszáj volt! Gyere be, Pisti! Nem jön semmi. Hát egyelőre nem megyünk ott, mert nagyon zögykülődik. Később esetleg lehet, hogy jobb lesz. Bekockáztatjuk. Kassának ez egyébként az északi bolygóvárosa. Látszik, hogy igazándiból csak lakóházak vannak. Azokból is a jobb a fajták. Hát persze, ugye ez a hegyek között van, és nyilvánvalóan elit környéknek minősül minden szempontból. Egyébként most kis lejt végig. Egyébként végig az egész város lejteni fog, ugye folyóirányon lefelé megyünk, ez most még itt a Csermely-patak völgye, majd később becsatlakozunk a Hernád völgyébe. Itt van a tiltótábla, igen, menjél be jobbra. Igen, na erre emlékeztem. És akkor hát itt a házak között majd bolyongani kell, hát. Mindegy, ez van. Pisti kérdező, hogy merre? Hát itt ilyen nagyon fakó halványan, nem tudom a kamerán mennyire látszik, de fel van festve a Bringa út. Elég gyötrelmes, de hát ez van. Na, itt most már folyik a trükközés, össze-vissza mindenfelé. Hát, igen, gondoltam, hogy a Bringa utak azok meg fogják kavarni a dolgokat. Jó, akkor erre. Ez viszont már egy fokkal jobb minőségű. Most szépen csurgunk be az óvárosba, tehát most jelen pillanatban az történik. És
hogyha már itt vagyunk Kassán, akkor néhány szót magáról Kassáról. Ugye azt már említettem, hogy 250 ezer lakosa van, és hát ebből jelen pillanatban már csak 6400 magyar, hát hogyha ezt most össze, tehát hogyha kiszámoljuk, akkor ez bizony, hát ez rizikós volt. Na szóval volt itt egy kis közlekedési helyzet, tehát ez 2,65%, szóval ennyi a mostani magyarság száma. De persze nem volt ez mindig így, ugye a háború alatt egészen komoly magyar többség volt, és még állítólag 1955-ben is, tehát már bőven a kommunizmus után, vagy a kommunizmusban is még 75%-os volt a magyarság. Hát most ehhez képest azért elég érdekes ez az arány, de azért azt rögtön el kell mondani, hogy akkoriban még csak 50 ezres volt Kassa, most pedig ugye 250 ezres, tehát az iparosodás, illetve a kommunista betelepítés nyomán ez azért látom, hát igen, okos megoldás. Szerintem ember nincs, aki arra megy. Na szóval felduzzasztották a lakosságát, és természetesen itt a környező falvakból települt be a sok szlovák. És akkor ide hozom még kedvenc témámat, a történelmet. Ezen belül is a 38 környéki történelmet. Ugye 1938-ban Kassát visszacsatolták Magyarországhoz, másik bécsi döntés értelmében. Itt ugye ma mutattam, hogy itt Kassát egy kicsikét északra húzódott meg a határ. És akkor rögtön egy érdekes tény. Lakik itt egy rokonunk, illetve lakott, mert már nem él, de akkor itt lakott, amikor történt a csapat kivonulás, illetve másnap a csapat bevonulás. És ő mesélte, hogy előző nap vonultak ki a csehszlovákok, ilyen szupermodern tankok, ágyúk, állig felfegyverzett, nagyon profi hadsereg vonultak ki a fő utcán, másnap pedig bejöttek a magyarok, ilyen első világháborús lepukkant tré dolgokkal, ilyen szakadt rozsdás gulyás ágyúkkal, meg lovakon csattogtatták az ostort, Hort is bevonult ugye lovon, szóval azért nagyon úgy nézett ki a helyzet, hogyha azt tényleg el kellett volna dönteni katonailag, tehát magyarul, hogy erővel kellett volna visszafoglalni a területet, akkor igencsak kétséges lett volna, hogy sikerült volna az nekünk. Pisti, nem tudom, figyeled-e, hogy azért ezek kulturáltabbak, mint nálunk, tehát ezek nem a bringa úton sétálgatnak, hanem képesek mellette menni. Ami azért, hát valami. Na. És akkor úgy látom, hogy annál a kereszteződésnél már kezdődik az óvára. Pisti, ez se akármi ez az épület. Nem tudom, mi lehet. Figyelj már, Pisti, nekünk valahogy át kellene vergődnünk oda szembe. Ja, hogy ott? Aha, az is jó. Hát úgy látom, hogy nem egyszer jön a Willinger, remélem, hogy megáll. És akkor... Na ez is meg volt, azért nem egyszerű így közlekedni. Egyébként, hogyha valaki akár arra, akár a mögöttem levő irányba megy el, akkor az elkerülő szakaszon el tudja kerülni a belvárost, és mondjuk autóval meg muszáj is, mert innentől sétáló utca. A villamos vágány az csak egy ilyen átverés, ezen már nem jár a Willinger. Na kérem szépen, íme Kassa óvárosa. Itt rögtön ez a nagyon imponáns épület, itt az idősebbek esetleg emlékeznek rá, hogy volt egy olyan hálózat, hogy Prior. Na, a kassai Prior az ez volt, most ugye át a Vanzsárt már Tescóval. Egyébként maga a város az gyönyörű, azért csellengenek a bringa úton, de én szerintem fogunk tudni haladni. Egyébként az óvárosnak a házai nagyrészt barokk stílusban épültek, de vannak gótikus építmények is, majd olyat is mutatok. Jól látszik, hogy élet az aztán szépen van, rendesen, vasárnap este van, és hát azért ne felejtjük el, hogy ez Szlovákia második legnagyobb városa. Sajnos magyar szót, azt már elvétve sem lehet hallani. Érdemes megnézni, hogy milyen szépen középen vezették el a patakot. Nagyon jók ezek az épületek, és ráadásul nagyon jó minőségben fel is vannak most már újítva. Na, itt következik a konkrét értelemben vett belváros. Egyébként ezek az épületek valaha
a magyar nemesek és urak kúriái voltak, ők építették szinte mindet. Egyébként amit itt látunk, ez nem más, mint a színház épülete, és valamikor ez volt a városháza. És akkor rögtön itt vagyunk az egyik különlegesség, nevezetesség mellett. Szerintem itt menjünk be, gyere! Így van, ami nem más, mint a Kassai szökőkút. Na akkor egy rövid felvétel róla. Ez egyébként Európa szerte híres, próbálták néhány nagyvárosban lemajmolni, ugye zenére megy, és ami még érdekes, hogy ha valaki erre igazán kíváncsi, hogy mikor nagyon idős, akkor mindenképpen fél homályba jöjjön, amikor még nincsen teljesen sötét, de a környező épületeket már kivilágítják. És akkor valami fantasztikus látvány. És akkor még megsúgom, hogy van itt egy komoly hajhangjáték is. Sokszor ez is szokott kolompolni, és akkor természetesen ez is hozzá szinkronizálták magát a szökőkutat. Az a helyzet, hogy olyan a tömeg, hogy valahogy ki kell menni itt igen. Szóval megpróbálunk kijönni ide a Dóm térre. Igen, tehát itt van a Kassai Dóm előttünk. Megpróbálok egy jó pozícióba kerülni, mert igazándiból ezt nem lehet így jól felvenni. Aha, igen. Pisti, szerintem erre! Na, akkor próbálok helyezkedni, hogy azért úgy minden benne legyen. Akkor egy rövid ismertető, ez itt előttem az Orbán torony. Hát szerintem Viktornak ez nem igazán van még köze. A helyiek nagy szerencséjére, de hát persze ki tudja. Na, amit mondani akartam, hogy itt valamikor a Dóm körül egy várfal volt, és az volt a bejárat, tehát maga a torony volt a bejárat, tehát ennyi maradt meg belőle, és itt pedig akkor mutatom magát a Dómot, a Kassai Dóm. 1100 környékén kezdték el a németek építeni, és ezért lett az alapstílusa az gótikus. De egyébként azóta már nagyon sok mindent csaptak hozzá, de azért úgy nagyjából megmaradt. És ami még érdekes, hogy ezt egyfolytában építik, tulajdonképpen lassan már 1000 éve, és hát én nem emlékszem arra, hogy akárhányszor volt, amit hogy ne lett volna felállványozva, mint ahogy most látszik, most is fel van. Egyébként aki erre jár, mindenképpen menjen be, mert fenomenális belülről is, és el kell még mondani, hogy ugye minden szempontból a magyarokhoz kötődik. Közben megnézem már ezt a nem is akármilyen harangot, úgy látom már ez egyszer vagy kétszer szétesett, de nagyjából azért összetákolták. El kell még mondani, hogy ennek a dómnak van egy altemploma is, ahol nagyon sok híres ember nyugszik. Az első és legfontosabb az maga II. Rákóczi Ferenc. Meg kell említeni még egyébként a város nagyszülöttét, Márai Sándort is. És még persze sorolhatnák jó pár ember, de hát erre most nincs idő. Egyébként aki erre jár, érdemes bekartani a különböző mellékutcákba is, azok is legalább ennyire impozánsak. Kassa egyébként a középkori Magyarország, a török előtti Magyarország pontosabban egyik legfontosabb helye volt. Akkoriban Felső Magyarország metropoliszának is hívták. Itt van vége a Sétáló utcának, itt van a Mihalovce-Rozsnyó kelet-nyugati autóút. Itt természetesen most ezt keresztezni fogjuk, és elmegyünk arra. Próbáltam elcsípni valami különleges villamost, mert azt azért nem árt, ha mindenki tudja, hogy itt ilyen különleges festésű villamosok is járkálnak. De valami fantasztikusak, hogyha valaki összeakad egy ilyennel, tehát ilyen krokodillá, meg cápává vannak festve, eszméletlen jól néznek ki. Azért persze nem árt, hogyha valaki Kassán közlekedik, akkor van valamilyen szintű helyismeret. Innentől már nagy tévegés nincsen, ugyanis ráállunk az észak-déli útra, és ez gyakorlatilag elvileg már a kiindulás, illetve jelen esetben a végpontunkhoz vezet. Közben amíg vánszorgunk itt, mert azért még nem vagyunk egészen ott, akkor még egy dolgot a II. Világháború környékéről, ami esetleg egy érdekesség, és az utóbbi időben egy kicsit átíródott, az pedig nem más, mint Kassa bombázása volt 1941. júniusában. 3 ismeretlen felségjelű bombázó 32 bombát dobott le a városra, és furcsa módon az egyik nem robbant fel, és ciril betűket találtak rajta.
Ebből nyilván kikövetkeztették, hogy ezek oroszok voltak, és ez jó ürügy volt, az egyébként a Horthy Magyarország már mindenáron be akart lépni a háborúba, úgyhogy az oroszok a kalhatba lépjen. Ez jó ürügy volt erre. Persze a sztálinista Szovjetuniónak ez nem volt igazán érdekébe, és ezért felmerült, a kommunista propaganda legalábbis azt fújta, hogy a cél az volt, hogy a németek, illetve a magyarok egyfajta ilyen provokációképpen saját maguk szórták meg Kassát, hogy ez jó ürügy legyen arra, hogy hadba lépjenek. Na most ez a tézis, ez elég sokáig tartotta is magát. És most jön a csavar, orosz levéltárokból előkerült, hogy tényleg az oroszok voltak, és valójában Eperjest akarták bombázni, ami akkor a fasiszta Csehszlovákia területén volt, és ott volt valami radarállomás vagy üzem, nem tudom, ez volt a cél, igen, ám csak hogy fentről a két város nagyon hasonlított egymáshoz, és ráadásul elég közel is van, mert itt van 20 km északra Eperjes, és hát véletlenül Kassát szórták meg. Úgyhogy érdekes minden esetre, és tanulságos. Így léptünk be a második világháborúba. Persze, nyilvánvalóan így is úgy is beléptünk volna, tehát ezen most már így utólag kár rágódni. Most már a 5 kilométert meg tudom úgy körülbelül tippelni, körülbelül egy olyan 125 kilométer lesz. És akkor kérdezzük István Pistit a mai szintről. 2199. Na hát ez szép. Azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó egy egynapos túrának. Ebben a pillanatban érkezünk ahhoz a ponthoz, ahol ugye bekanyarodtunk reggel balra, és most át kell zögykölődni ezeket a nagyon szar villamos sineket, ráadásul már pirosban megyünk. Na mindegy, úgy néz ki, hogy sikerül átérni. Ami a legfontosabb, hogy ki van írva, hogy Miskolc, sajnos a számokat felcserélték, mert ugyanis nem 68, hanem 86, de hát mindegy, ennyit tévedhetnek a szlovákok. A mai nap időjárás ügyileg fantasztikus volt. Hát egyszerűen kívánni se lehetett volna jobbat, most ebben a pillanatban már egyébként lement a nap itt a jobbra hátam mögött északnyugaton. Még pár száz méter is érkezünk. Én a mai túrát megpróbálom valamilyen szinten majd a honlapomon, ami www.szobrancó.atv.hu valahogy felrajzolni. Hát nem lesz egyszerű, azt azért elmondom, de ha esetleg mégis valakinek kedve van lekoppintani, akkor az nyugodtan plagizáljon, nem fogja megbánni. De azért azzal jó, hogyha mindenki tisztában van, hogy ez azért már komoly felkészültség kell mindenképpen fizikailag, és azért nem árt egy jobbfajta helyismeret sem. Azt azért elég jól lehetett látni, hogy azért olyan összefüggő vadonok vannak itt, hogy vaktába elindulni a nagy semmibe, azt azért senkinek sem ajánlom. A tippem nagyjából bejön 125 km, és ott látszik a benzinkút, mindjárt érkezünk a célhoz. Levettem a GPS-t az bicikliről, ránéztem, és abban a pillanatban kikapcsolt. Na hát, ennyit bír. Na hát erre mondom azt, hogy perfect timing. Hát itt vagyunk a végén, ilyenkor szoktak nagy bölcsességeket mondani, gondoljunk csak a szomszédok végére. De hát én most ezt nem teszem, úgyhogy csak annyit, hogy adás vége, viszlát, és mi húzunk haza.